Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebesti Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amire egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. A Morning Show. A Morning Show. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 14 perccel. Péntek van, ez a legjobb hír a mai napban. Jó reggel! Sziasztok! Jó reggel! Hello Feri, hello Jani! Hello mindenkinek, itt vagyunk pénteken a hét utolsó munkanapján, de jól is van ez így, hogy péntek van. Régen volt már péntek. Megérdemeltük. Megérdemeltük, megdolgoztunk. Basszus. Épp mondani akartam, hogy tök pénteki hangulatom van. Erre? Jó lesz az idő hétvégén? Nem. Az van, hogy jövő hét keddig. Nem már. Azt mutatja, hogy hát esni fog. De mikortól? Mától? Nem, holnaptól. Holnaptól. Ma jön a hideg front, majd valamikor délután vagy kora estön. Igen, ennek már a szele ugye tegnap érezhető volt. Ja, de egy nagyon kellemes meleg szél volt. De így egyszer csak elindult. Nagyon szerettem. Nagyon tengerparton van ilyen szél, amikor így annyira fúj, és ez a meleg déli szél az nagyon jó, nem ez a hűvös északi szél, hanem ami a tengerparton van. Igen, szóval, hogy még holnapra egyébként mondanak, fene se tudja, mit mondanak. Még jó időt, és aztán ezt csak valamikor tényleg megérkezik a hírek, van vasárnap már csak 19. Hát, de szuper. Vasárnap már csak 19. Az nem túl jó. Nem túl jó. Miért nem hagyják meg ezt? Tehát, hogy miért ilyenkor? Tudom az elméletedet, hogy ugye hétfőtől péntekig megy a kibocsátás, és akkor azt kapjuk vissza a hétvégén. Nem bírta volna ki hétfőig, hogy hagyjon el. Még nem tudják már. Vagy szeptember végéig legalább még egy kicsit. Az indián nyár olyan békés, csöndes, 21-25 fok, süt a nap, jó idő van, nem? Nem ez a hirtelen nagyon változó. Na mindegy, hát meglátjuk. Hát nálunk még nem tudnak belenyúlni az időjárásba, úgy, mint Kínában. Azt láttátok azt a felvételt, hogy egy napra Pekingben kék eget varázsoltak? Mert hogy leállítottak egy rakásgyárat, csak azért, hogy az emberek láthassák megint az eget, és gyönyörű volt, és mindenki meg volt döbbenve, hogy úristen, ez ilyen. Másnap, amikor megint beindították a gyárakat, aminek a következtében egyébként már mint a kényszerű leállásnak a következtében benyaltak ilyen nem tudom hány milliárd dollárnyi vagy juannyi hiányt. Más, amikor beindították, reggel már kimentek az emberek, és így semmi. Megint nem láttak semmit. Jó, mondjuk ez szomorú, hogy nem az időjárás befolyásolják, hanem a gyárak leállításával csinálsz egy ilyen. De hogy én voltam Pekingben, nagyon furcsa. Nincsenek színek, nem látod a napot, nincsen felhő, csak ilyen szűrt fény van, mint a napfogyatkozásnál, és minden ilyen pasztelszínű a smog miatt. És hogy így teljesen eltűnnek a kontúrok. És érzed színek. Is például a levegőn, hogy büdös vagy? Nem, nagyon meleg volt, és nagyon trópusi meleg volt, tehát nem azt érezted, hogy büdös, nem érzed önmagában a smogot, tehát nincs ilyen kipufogószag vagy valami, csak azt látod, hogy nem látsz el messzire, nagyon, és minden nagyon más a színe. Ahogy a fény átjön ezen a smogon, ugye az egész kicsit ilyen kísértetés, mint amikor ilyen napfogyatkozás van. Az ott a kínai fal, hol? Brutális. Igen, ott már szebb az Peking mellett van, az már egy kicsit jobb. Az, hogy Pekingtől menni kell, mit tudom, egy pár órányi buszutat, és ott már indul a fal, amit persze megcsináltak, tehát az egy ilyen szinte műfal, de Peking az nagyon durva. Az nagyon durva. Ja. Olyan smog, hogy nem hiszed el. Hát oldal, most hogy a kékékre való tekintetet gyorsan csináltak 30 millió selfit az éggel, tudod, nem a barátnőjükkel, a barátjukkal, hanem az éggel, mert hogy mögötte kék volt, és nem Photoshop segítségével. Nagyon súlyos. Simán lehet, hogy mindenhol ez a jövő majd. Egyébként ez a durva, hogy így belegondolsz, lehet, hogy az lesz, mint ami mondjuk az ötödik elemben volt, hogy az alsó szinteken, tehát hogy fönt fogunk majd lakni a smog fölött, az alsó szinteken nem fog már lakni senki. Az első, mit tudom én, az első 10 emeleten, a 12-től meg már. Ott lesz a gyárak. Ott meg már jó lesz, igen. De azért ne, ha lehet. Hát itt csak nem, itt csak nem. Mi újság, nyugi van mindenhol, mindenkinél, minden oké? Abszolút. Figyel, abszolút. Nálad. Nyugalmas csütörtök, minden rendben? Nyugalmas, csendes, csüti volt. Jó van. Kérlek szépen, nagyon jó fejleményekről tudok nektek beszámolni, a dohányzásról való leszokással kapcsolatosan. Igen, figyeljetek, az van, hogy csapat lettünk. Egyszer csak csapat lettünk,
különböző módszerekkel beszállt minden kolléga, aki eddig dohányzott. Anonim leszokók? Anonim leszokók, az alkoholisták maradtunk, de a dohányzás elleni leszokás. Kialakítottatok egy külön szegmest az anonim alkoholistákon belül. Így van, mi vagyunk a még leszokók is. Hát az egyik tagunkat tegnap este már láttátok szenvedni, igen, ami Lacinkat, mert ők beszámolt róla, hogy, hogy mindjárt. Ez nekem új. Fáj, nekem Lassi is az leszok, volt, várjam. Elvileg, hát ez... Igen, mert olyan SMS-t kapta, mindjárt megütöm a Balázst, annyira rá akarok gyújtani, mondom, ne bánsd a főnöket. Igen, mert tegnap este együtt voltunk, igen. És beszállt a Laci, ő a tablettást. Őt Mátocsok tablettás, igen. Lacinak hívhatod. Beszállt a Feri. Ő ezzel a vonalon mozog. Ő beszállt a Feri, aki ellenkerezik, vagy hogy hívják azt a fiút? Ellenker, igen. Ellenkerezik, ő a pszichoferi. Én azt hittem, hogy ő szombaton megy. Ez egy nő, szerintem is egy nő. Igen? Aha. Ellenker. Azt hiszem egy nő. Ellen. Olvastam a könyvét, nem derült ki. Igen, én azt írtam, hogy egy... De kiderült nő. Vagy azt olvastam. Ő? Férfit olvasta? Aha. Hímnős. Hímnős. Ah, lehet egy adrogi. Na van a pszichoferi, ő ugye így ezzel a módszerrel fog leszokni, van a kapcsi, aki a bátor. A kapcsi is. Kapcsi is, meg én. Négyen vagyunk a csapatban már. Hétfő a határidő, hétfőtől kezdve, de van, aki már elkezdte, ugye Laci már tegnap elkezdte. Ma szerzi be a nagyobb mennyiségű adagot, amihez szükségeltetik neki. Kapcsi ma este teszi le, Feri, pszichoferi pedig szombaton. Szombaton megy el a tanfolyamra. És így vagyunk, hétfő reggeltől pedig öldöklő küzdelem, külön Viber csoportot alapítottam magunknak, amelyben dicsérő és korholó üzeneteket lehet küldeni a másiknak. Ha meg tudod csinálni, képes vagy rá, ne gyújts, nem eltöröm a kezed, veled vagyok, és ilyenek. Ezek mennek körbe, úgyhogy nagyon szépen húzzuk egymást. Ha miből fog megjönni a palcsó? Nem tudom, most már vége a dolognak, és azt gondolom, hogy nemzetivé kell tenni legalább a dolgot, hogy hétfőtől lehet hozzánk csatlakozni. Nemzeti nem dohányzók boltja. Így van. Láncot akartok alakítani? És ott nem lehet majd cigit kapni. És csak ilyen leszokáshoz, vagy a leszokást elősegítő dolgot lehet majd rágógumi, tapasz, tabletta. Így van, elektronos cigi. Könyvek, elektronos cigi, és ez. Ellenker összes. Ez férfi, gyerekek, ez férfi. Én mondtam, férfi. Ez férfi. Akkor nem ellen, hanem alen. Alen? A biztos. Alen. Két L-E. Igen? Alen. Megnéztem, ez férfi. Végig úgy olvastam a könyvét, mint egy nőnek a könyvét olvastam. De most akkor más, mi? Ez egy férfi. Aha. Én neked most kell megtudnom. Neked köszönöm a segítséget, amit a könyvön keresztül Lasszán Balázs. Vagy hogy benne. Figyelj, zseni vagy. Vagy iszonyat ronda nő. Zseni vagy. Ilyen négy napja ígérem, hogy behozom, már hazavittem. Megrendeltem, hazavittem, azt azóta ráültem. Most így szokja be, érted? Figyelj, szerintem az lehet egyébként a dolog, mert most így felsoroltad ezt a kis társaságot, hogy gyakorlatilag, hogyha megfigyelted, Bali, akkor pont ezek az emberek szoktak kínáldogálni itt a büfé mellett, tehát hogy ők azért szoknak le, hogy továbbra is együtt tudjanak maradni, és továbbra is tudjanak miről beszélgetni kint, és hogy gyakorlatilag a csapat ne spicceljen szét a szélrózsa minden irányába. Így van, most mi ilyen leszokos kurzusokat fogunk, ugyanezekben az időpontokban, ahol eddig a dohányzás volt, most a tapasztalati csere lesz majd. De te még dohányzol, a Laci már nem. Laci tegnap eldobta 2-kor, akkor fogyott el az utolsó szál cigi, gyakorlatilag lusta volt lemenni vásárolni, tehát ez volt a leszokásnak az igazi oka, de majd lesz belőle valami. A többiek pedig jöttek velem, mert én így már mindenkinek mondtam, hogy hétfő gyerekek a vonal, és akkor onnantól kezdve beugrott a kapcsi, a Feri, és akkor így állunk össze. Négyen plusz az ország, aki csatlakozik hétfőtől. Hmm. Lehet, hogy még egy Facebook csoportot is indítunk. Hát ez a jó. A Klassz FM leszokói, és akkor lehet velünk jönni. Tök jó, nem? Erősítést gyűjtötök magatok köré, mi? Hát gyakorlatilag kell, igen, mert az van, tudod, hogy a nagyobb tömegben többen nem tudnak leszokni, tehát nagyobb mintához tudok én igazodni, ha igen, mégse sikerülne. Kell a tömeg, hogy ne legyél egyedül. Igen. Legyél egyedül. Tehát, ha mégse sikerülne, akkor tudom azt mondani, hogy de nézd meg, csatlakoztak hozzánk 50 ezeren, és ebből 48 ezernek nem sikerül. Hát most akkor én lennék a 2%, vagy mi az? Az nem 2%, mondjuk, de mindegy. Úgyhogy így állunk, de tök jó. Laci már küldözgette a vizéket, nem megyek le, nem gyújtok rá. Ha voltatok vacsorázni, akkor mondta, hogy irgalmatlan jó, most kéne egy cigi, mondom, oda ne nyúlj meg. Nagyon mérges leszek, Laci. Tehát, hogy így húzod a másikat, tök jó. Érdek, ez egy tömegmozgalom lesz. Ez az lesz, előbb-utóbb az lesz. Az lesz. Olyan, mint a vizerfém félmaradban, érted? Ja, igen. Éveken át visszatérünk majd rá. Mikor mondhatjuk, hogy valaki leszokott? Szerintem soha. Azt mondja, nekem van egy barátom, 15 éve nem dohányzik, nagyon szépen cigizett annak idején, nagyon sok közös élményünk van ebből. Azt mondja, hogy a mai napig is szokott vele álmodni, és gyakorlatilag bármikor. Na jó, de honnan számít? Egy hónap, két hónap, amíg nem jutott erre? Azt hiszem, a szakirodalom azt mondja, hogy 3 hónapot, ha túléled, úgyhogy nem gyújtasz rá, akkor az már egy szép.
Akkor kim vagy? Mennyi. Házban? Nem vagy. Mert van, aki 8 év után valami trauma történik, haláleset. Oké, hogy visszaszokszon, de hogy fizikai értelme, mikor szűnik meg a függőség? Az 3 hét. Állítólag a nikotin ürülése tök érdekes, mert hogy elszívod a cigit, egy óra múlva már az akkor bejuttatott nikotin adag feleződik, és utána meg negyedelődik még a következő óra után, de az állandó nikotin szinted, ami megvan, az megmaradt 3 hétig. Tehát elméletileg én most ezt olvastam, hogy 3 hét az ürülés. Te jó. Nagyon, nagyon, nagyon. Október vége felé már csak kevéssé leszek ideges. Na, meglátjuk, jó. Hát akkor visszatérünk rá. Akkor ne is hozzám be az Elenker könyvet? Hát hétfőn még jó, így egy ilyen rásegítőnek. Hétfőn jó? Persze. Hétfőn van a nagy nap, hogy elszívod itt bent az utolsó cigidet? Nem, hétfőn már nem gyújthatunk rá. De, nem így szívd el az utolsó cigidet be. Igen? Persze, hát azt ünnepeljük meg. Gyűjts rá, dőj hátra, kapsz egy masszírozást hozzá. És azzal esik majd vissza. Tudod, ráadásul nem csak egy cigaretta lesz, hanem masszírozás mindent. Tehát egy olyan fokozott élmény fog kapni majd, egy ilyen láncorgazmust fog átélni, és akkor onnantól kezdve megint megy vissza. Igen, de most meg dohányzol, hát persze. Hát akkor rituális a hétfőn elszívod itt az utolsó cigaret. De már hétfő reggel nem megyünk, úgy jó. Nem, hát akkor még szívja legyen. A stúdióban való dohányzás kezdve. Az megjelent. Az igaz. A Gyula itt fog állni a sarokban egy porral oltóval. Itt elszívhatsz még egyszer cigit. Na, mutatjuk, mivel foglalkoztunk a tegnapi napon. Megfejtettük egy program segítségével, hogy ez egy kampány egyébként, ami arról beszélt, hogy hát ha meg be tudod ütni, hogy hány pasival vagy hány nővel voltál együtt, elsősorban azokat kellett beütni, akikkel nem védekeztél, akkor megmutatja, hogy hány emberrel találkoztál közvetett formában a világból, hiszen találkoztál annak a nőnek a partnerével, a partner partnerével, a partner partnerének a partnerével, és beütöttünk egy-két számot, és megnéztük, hogy ki hány emberrel volt együtt igazából, és hát egészen megdöbentő számok jöttek ki. Úgyhogy ezt most megmutatjuk, aztán jövünk vissza mindjárt. 9 perc van, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És péntek van, hát ez jó ez hír, jó. A péntek az egy jó nap. Ugye? Nagyon. Azt megtapsolom. Ez az. Azt. Ez mindenképpen. És egy őrületes train. Egy hihetetlen. Kevésszer játszott. Hihetetlenül kevésszer hallott, kevésszer játszott train. Na. Milyen jó, hogy nem szalagról megy, mi? Már nyúlna. Azt mondja, hogy hogyan kettékkal? Kettő-kettő. Jól, mert izgalmas. 2-2. Mert izgalmas. Hát akkor nézzük meg, hogy mire megyünk a döntőben valakivel. Itt van már is a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Szia! Sziasztok mindenkinek! Hello! Feri? Igen, az vagyok, de hogy jön ez ide? Itt vagy? Én vagyok a Feri. Ja. Te vagy a Feri. Feri, kivel szeretné játszani? Ferenccel. Nem fogjuk összekeverni magunkat? Nem. Jó, egy kicsit halkítsd le a rádiót, jó? Hogy ne legyen nekünk visszhangos. Indítjuk az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Martfűről hozol sört Pestre? Persze. Világ. Hétfőtől péntekig. Aha. Szombaton? Szombaton pihenek mindig. Minden szombaton pihensz? Minden. Uh-huh. Világos söröd van? Világos. Barna sör van rajta? Persze. Az is. Üvege. Akarsz kérdezni, Feri? Persze. Hallgatlak. A persze az egy kérdés? Volt egy annak idején annó Domino Big Brother játékos. Annó? Big Brother öcsi. Emlékszel rá? Kimaradt. A Big Brother, te nézted, ugye? Én játszottam. Játékos voltál benne? 2 hónapig. Az elsőben? Persze. De jó. Másodikba voltam. Kicsit megálltunk itt a... Igen. A nemnél. Atya Isten, hát mint egy gyökérkezelés ez olyan volt. Ez kérdő, nekem is annyira fájt, hidd el. Azt a betyárját. Feriké, már nem tepertél nagyon. Nem. De. Ez súrolta a passzivitás határát. Sőt, így pörögtél a Big Brother-be is? Persze.
Persze, most nem a hét múlna rajta, akkor én azt mondanám, hogy passzív, csak így most... Így van, nem veszük el. Az lenne, hogy akkor biztos azért vettétek el, mert a hét múlik rajta. Nem veszük el, megnyerted. Sőt, megnyertétek az egész hetet, de... Tényleg megnyertem. Igen. Te is csodálkozol, mi? Ugye? Ez te a tempóval. Igen. Te se hitted a játék után. Megadjuk, nem baj, csak igen, szóval, hogy hát én majdnem. Nagyon izgultam. Izgultál, azt hallottam, igen, koncentráltál. Jó, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk, jó? Köszönöm, jó hétvégét. Sziasztok. Ciao, vigyázz a szállítmányra. Hello. Nem olyan akkurátus emberünk. Ez nagyon íz. Akarsz kérdezni? Persze. Nem volt erős játék, igen. Konkrétan majdnem megállt a szívem. De nem az izgalomtól. Nem pörögte túl. Na jó van, jövünk a hírek után 5 perc, pontosan 7 óra, Ákos jön, aztán jövünk vissza mi is. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Te elmered kezdeni. Mit? Hát az adást. Mit szersz? Hogy menném már? Azért. Én egy elmezett tekintélytisztelő ember vagyok. Hát figyelj, nem tudom hova tűnt. Na most azért én örülnék neki, hogy ő is bedobna valamit, amikor bejön. Nem neki kell. Már és nem csak a mire szortunk. Na, jó, van egy jó kávé. Csak a tréfa, mi? Dobnom kell? Nekem nem kell. Nem kell, ez az. Nem kell. Ki kéne egyébként terjeszteni mind a háromunkra? A későst? É, az összeset. Most csak akkora volt, hogy le kellett fényképeznem. Na. Tedd fel az Instára. Ekkorát még én sem láttam. Úristen, nagyon fájt. Jézus Isten. Egy szörny volt bennem. Istenem, de annyira értékes ez a fotó, hogy honnan vágjak le belőle, hogy ne érezzem azt, hogy megcsonkítom a valóságot. 10 perc múlva az Instán van. Szeressétek. A betyárját én is meglepődtem. Nem, hát a kávégéppel küzdöttem. Kiírt mindenféle ilyen jeleket, hogy tegyek bele vizet, meg nem tudom, és mondtam, hogy akkor nem, akkor egy kávét iszom. Mert duplát akartam csinálni, és kért a kis üzemanyagot a testébe, hogy még rakjak bele vizet, meg kávét, meg nem tudom, és mondtam, hogy akkor rohagy meg. Na jó, akkor inkább nem. Na jó, akkor így maradsz. Én most nem kezdelek el téged szétszedni, akkor nem iszom dupla kávét, csak egy kávét, úgyhogy akkor így. Jó. És ezt gyártottam magamnak. Hát nincs jó állapotban most ott a környék, csak szólok megint, hogy... Ha mész, akkor vegyél egy hónod alá egy brutál villed a szivacsot, és nem mondom, hogy meglepődtem, csak jelzem egyébként, hogyha találsz egy befőttes gumit így keresztbe, akkurátosan rárakva a zabodra, amit megint nyitva hagytál, akkor azt sejtet, hogy kirakta rá, mert... Janinak kell mondanod, köszönöm. A moly támadás ellen? Így van, mert most ugye a molyok népes csapatát kidobtam azzal a másfél kiló zabbal együtt, amit Balázs eddig beáldozott erre a célra. Ő szereti a molyokat, szereti a zabot is, de a molyokat még jobban szereti, és ugye a növény eredetű fehérék mellé kell egy kis állati eredetű is, és akkor ő úgy gondolkodott, hogy akkor tenyészteni fogja őket. Én ezzel nem értek egyet, mert ott ülök mellett. De látod, most már észreveszed, hogy ott tart a Balázs, hogy most már szól is, hogy menjél és takarítsd föl. Nem, szivacsal menjél. Nem, jeleztem, hogy ha átindulsz, akkor vegyél magadhoz eszközöket, vagy nem menj, de jobb, ha nem mész, csak én megyek félkor. Rendben. Azért akkor. Itt mindig van, tudod, hogy bennem van egyfajta kalandvágy. Tehát, hogy én keresem az izgalmat, nekem ugye a hétköznapokban kellenek ezek az adrenalin fröccsök, tehát hogy el fogom menni és meg fogom nézni. Óvatosan természetesen. Igen, és bepislantok, tudod, így nem fordulok be rögtön, így tempóból, a szobában egy picit benézek, így az ajtó mellett. Jaj, ott látok valami, mi lehet az? Igen, mi van ott, tejcseppek a kávégép körül. Semmi, kicsi a tejfolyt ki, meg a víz borult ki, de nincs. Na jó, van, nem is érdekes. Akkor felbontottad a bontatlan tejet is. Persze, bár ott volt egy bontott, de... Jó, azt is én hoztam. Mert én akkurátosan beleszagoltam, kicsit bele is ittam, tudod? Ahogy kell. Na, az lepett meg, hogy új well, hello, az egy új dal nálunk. A fejemben mindig tudom, hogy mi a három és fél perc. Mindig tudom. Tehát tudom, hogy mi fér bele. Kimegyek, megcsem a kávét, megízesítem, visszajövök, ránézek a monitoromra. Egyszer volt, hogy nem tudtad, de akkor is tudtad. Ránézek a monitoromra, és azt látom, hogy 25 másodperc, és itt vagyok. Én nem szoktam elkésni megszólásokról. Mi van, bekerül egy új dal a gépbe, és mit látok most, hogy ránézek? 2:45. Felháborító, hogy a well, hello egyrészt rajtunk spórol, mert nem ír három feles dalok. Kettő, mi az, hogy egy dal 2:45-ös? Hát három félre van az ember kalibráról. Kiér, kinyitja, megcsinálja, visszajön. És nagyjából tudom, hogy hol tartok. Még rá kb. Még egy percem van. 40 másodperc, még el tudok menni ide-oda.
De egy 2.45-ös új dal, az hát megvágja, lehet, hogy, megvágja a programot. Lehet, hogy rendelésre kellett nekik készíteni ezt. Igen. A kedves. Még hiányzott egy odaszólt nekik, a, persze, odaszólt nekik a Titus, hogy kéne valami a hetes hírek után. Kéne valami. Igen, a Balázsok annyit beszélnek, hogy valami nagyon rövid kéne még oda, hogy ez beférjen. És egy 2.45-ös dallal borul a napi program. Bizony. Tehát, hogy egyszerűen nem érsz vissza, és ezért késtem pont egy fél percet, mert három félre vagyok kalibrálva. És Zsül, ott van egy 4.23-as kompakt diszkó, és egy 4.40-es filkolész, ez nagyon nem haza is megyek, beviszem a gyereket az óvodában. A haza is megyek. A Well Hello durvább, mint a Slayer. Mi lenne, hogyha mondjuk még mindig a lemezek korszakában élnek, és megjelen az új Well Hello album 11 számmal 32 perc nettó műsoridő. Igen. Na nézzük a közlekedési híreket. 51-es úton frontális baleset. Újjaj. Ez nem túl jó hír. A Vellelő a magyar popzene AC/DC-je. Van benne valami. Ha egyet hallottál, az összeset hallottad. Egyébként így van. De jó, sokan szeretik őket, meg esemény ott lenne egy Vellelő koncerten. Budapest-Szegléd vonalon MÁV szerint előre láthatólag 15 perc vonatkésés. Jaj, ezt mindig elolvasom, és görcsbe rándul a gyomrom a kedv miatt. Bizony. Kedden ilyenkor már túl vagyok a vonatozáson. Hát, ha túl vagyok, és én nem ejt rabul a MÁV valahol nyílt vágányon, nem áldogálunk egy másfél órán. Igen, a 23-as kilométernél van a baleset, és hát útzár van az 51-esen, úgyhogy hát azt mindenki próbálja kerülni. Jó, 51-es, 23-as kilométer útzár, arrafelé nem menjetek. 81-esen Fehérvár felé, mint egy 30 autóból álló rendőr komboly halad, ezt Bezi küldte nekünk. Hegyeshalom határ, Ausztria felé ellenőriznek az osztrák hatóságok, torlódás van, valamint Fiascsuk, Nász Nagy utca, Sarkámérika béke út felől jövőket. Jó hétvégét, Attila Pék küldte nekünk, köszönjük szépen. Biztos, hogy hallott a Flóra Tomi, bocsánat, csak el az észidőszerű jutott eszébe, hogy gyorsan be is kapcsolta a számítógépet, fölment a Wikipedia-re, már megint beszóltam, ki az az észidőszerű. Ja, 50 millió eladott albumvilág. Mégiscsak maradhat. Csak egy mondat a jövő hét keddedről, hogy nézd meg, mennyire népszerű vagy, mert ahogy ezt belögted, hogy belögtünk téged ebbe a dologba, hogy jövő hét kedden vonattal jössz be, mert ugye ilyen nap lesz. A mániás szakaszomban, igen, kérlek szépen, már is ráugrott a dologra, új motorvonatok Budapest elővárosában, Vácszékes ezerrel, gyakori indulás, kényelmes, gyorsan és dugók nélkül, Érd Budapest 11 perc. Amit nem értek, mert megnéztük, 32 volt. Na, de várjál, az mikortól, akkor ez a májövétől kezdve? Szerintem ezt kedre. Ezt a vonatot hallották, hogy jövök, és egy sinkanzert építettem odaért, és szuper expresszel jövök majd be kedden, egy taksony, Érd, mi nem tudom, kápolnásnyék, Kelenföldet 8 perc alatt fogunk megtenni. Ezt hogy csinálták? Érd Budapest 11 perc. Na, de várjál, de mi a Budapest? Ugye, mert a Budapest az lehet végállomás, a Budapest már lehet egy budapesti megálló, tehát nem mindegy, hogy mit kommunikálsz. Érd Budapest. Kelenföld az első megálló. Érd határában állok. Nem. Kampona. Budapest. Tehát Érd határában állok, elindulok a Kamponáig, már Budapesten vagyok, és 11 percet meg. Tehát ugye mit kommunikálnak? Érd Budapest 11 perc. Oké, de Budapest hol? Végállomás? Kampi? Hát itt csak Budapest van, ennyi. Na megnézzük. Aha. Kedden kiderül az igazság. Látod? Mutasd a képen. Tessék, nézzünk. Ilyen szép vonattal fog jönni a Balázs. Na, nagyon jó. És ha izélek leszhetek a francia államvasutaknak a portáljáról egy képet, hol? Az Japánból van. Az Japánból van. Japánból van. Egyetlen egy baj van. Egyetlen egy baj van, de ez nem kifogás. Tegnap egész délután a forgalmimat kerestem, és azt kell bemutatni. Igen. Nincs meg a forgalmi. Nagyon jó. Tehát egyelőre ez vagy nincs meg a forgalmi. De volt ott általában valaki, és mondta, hogy... autóval, értitek, hiszen érti, nem járok hát autóval, hiszen, hogy is forgalmi nélkül. Keresse csak, Sebestyén úr, megvárjuk. Igen, tehát egyelőre nem tudom, hogy hol van a forgalmi, úgyhogy ma biciklivel kellett jönnöm emiatt. De meg lesz, kedre meg lesz, tehát ez nem egy üres kifogás, meg vagy jegyet veszünk, vagy meg lesz a forgalom. Nem hátrálok ki ebből. Nem a kocsiban van, csak annyira megszoktad, hogy nem szoktad magaddal vinni, hogy... Mindig a kocsiban van. Na most a kocsiban kerested, vagy a lakásban? De mindenhol kerestem, és nincs meg. Most akkor a kocsi, hogy ott több helyen is lehet. Mindenhol kerestem, és nem tudom, hol a forgalmim. És tudom, hogy valamiért kivettem, áttettem, nálam volt, betettem. Előző kocsi? Jó napot kívánok! Sebességben. Igen, ennyi volt az. Jó, persze tudom, hogy most nem tudott elérni. Igen, tudom, sokat kell, vagy néha kell vinni szerint. Hogy a forgalmi nem maradt ott bent a két ülés közé szorulva? Egészen véletlenül. Mondják meg, hogy nincs ott a forgalmi. Jajaj. Lehet, hogy én is elindulok hétfőn a leszokás útján veled egyébként. Nagyon jó. Na, de miről szoksz le? Nem, ez most már tarthatatlan, amit csinálok, és azon gondolkoztam, hogy ha te hétfőn elindulsz a dohányzás útján, akkor lehet, hogy vele tartok, mert szerintem ez hasonló addikció lehet egyébként. Semmi zselé?
Nem. Vagy a tenisz? Na jó, nem. Te a végre nem lesz tenisz. Na jó, azért nem. Nem, arról van szó, hogy rájöttem, hogy kezdek teljesen betegesen lenni. Ugye erről sokat beszélek, és este már ilyen sunyiban, titokban, lehalkítva, mást hazudva, magamat a konyhába hazudva nézek úgy sorozatot, hogy egészen komoly konfliktusok vannak otthon, úgyhogy elindulok én is lehet a leszokásról. Nagyon helyes, végre szerintem van. Nem tudom, hogy ez miről szól, de lehet ugyanolyan függőség, mint a droga, a kábítószer, az ital vagy az alkohol? Bármi ugyanaz, igen, tehát a napi rendszeresség és a kínzó, a legfontosabb jel az a kínzó vágy, amikor hiány van, tehát hogy úgy fekszel le, este. Kínzó, meg japán sorozat. Kínzó. Egy jó leves a mizó. Egy jó sorozat a kínzó. Hogy úgy fekszel le este, hogy basszus, meg kellett volna nézzem azt a mit tudom én mit. És ha ez benned van, akkor függő vagy. Tehát az van, hogy általában úgy alszom már el, hogy máshol nézek sorozatot, mint ahol ami hálószobánk van. Mert nem engedi meg a wiki. Ott nincs tévé. Tehát a hálószobában nincs tévé. Ott nem tévézünk. Mi nincs még? ott nem lehet tévézni. És általában úgy nézek sorozatot, hogy ugye Viki már bemegy az ágyba, és várja az ő férjét, hogy én is megérkezzek. Uh-huh. És akkor elindul egy ilyen titokban lehalkítva, még gyorsan berakom a pendrive-ot. Mi hazugsz ilyenkor? Hogy mindjárt jövök, mindjárt ott vagyok. Megnézem még, hogy alszanak a gyerekek, betakarom, hogy kitakarózott. Most hallodod? Zaj? Mit? Úristen, Noel, felszállodok hozzá egy picit. általában kitalálok valamit, ami nem lenne baj, de a legnyomorultabb, ilyen hasamon a távirányító nyomorult békapóz, egy kis boxer alsó, így talál rám. És ez valószínűleg neki sem jó egyébként, hogy ilyen kiszolgáltatott pózban látja az ő férjét, mert leomlik az a kép, amiért hozzám jött. Hát a fiatalos, a sportos, a menő, a népszerű, tehát ez leomlik. Basszus, már ezekre már én sem emlékeztem. és a hasamon a távirányból, a kicsit magzat pózban, alsógatyában oldalra fordított fel. Nem, alsógatyám sosem volt, én mindig boxer alsózom. Nekem nem ez a fecske. Nem fecskében, boxer. Tehát boxer egy kicsit még itt a chipsek, amiket hajtoltak közben a melkasodon. Félig kiolott fagyis dobozza. A melkasomon próbálok legyűrni még egy sorozatot, és rájöttem, hogy már napközben arra gondolok, hogy miért jó ez este. Hogy én találkozom a sorozatommal, és vár engem, és kicsit flörtölünk, és ott vagyok, és már nézhetem, és elcsendesedik a család, és végre én és ő, mi ketten együtt, és egy ilyen szexuális aktust hajtok végre kicsit a sorozatommal. Hát igen, hogy akkor van igazán baj, amikor majd ének évadján valamikor hajnalban egy felkelt a Viki, és szembesít azzal, hogy forgolottál az ágyban, és azt mondtad mondjuk, hogy ne, Daenerys, ne, léci, küld ki a sárkányokat, nem szeretem, ha néznek minket. Tehát, hogy lehet, hogy ez ugyanolyan addikció, mint a dohányzás. Ugyanaz, kevéssé káros az egészségre, a saját egészségedre, de nézd meg a családodat. Látod? A gyerekek már nem úgy alszanak. Mert tudják, hogy apa lent van. És ilyenkor ugye tudja, hogy te nem alszol, ő se fog aludni. Képes vagyok egyébként, ha képes vagyok arra, hogyha Benny föl kell mondjuk kettőkor pisilni, pisil egyet, akkor fogom a fejét, ugye pisil le, visszazavarom, iszik egy kortyot, pohár adom, lefekszik, csak betakarom, ott vagyok mellette. Majd nézem a jeleket, hogy fölébredte a család. És teljes megnyugvással konstatálom, hogy egyébként néma csend van, alszik mindenki. És már osolsz is le, mi? Fel. Vagy fel. Felmegyek. Tévé. És egy rész. Aha, és egy ilyen olyan, mint a kamasz fiú, aki titokban pornót néz, titokban hazudva a saját családommal, hát, nézek úgy sorozatot. Műfajilag nem határoltad be a sorozatokat, amiket nézel. Nem. Egy itt a forró rágógumi 36-ot néz. És titokban már kicsit álmosságot, és mindjárt jövök, visszafekszem melléded, hazudva a sorozatot nézek. Lehet, hogy éppen én is elindulok. Én is elindulok veled. Melyik módszert és már napközben flörtölök a gondolattal, hogy ma mit? Megszólít engem a sorozat, hagyom magam megszólítani. Engem néz, ma engem válasz, és elindul egy ilyen, már este 7-kor már nézem az órát, hogy mikor csendesednek el. Ez azért kezd beteges lenni. És kezdesz már agresszív lenni 7-kor? Menjetek már aludni! De apa, még csak 3-4-5 van, még világos, nem baj!
tessék lefeküdni! Megjött az új sorozatom. A dohányzás elvonásnál is vannak az ideges tünetek. Nem, a 9:30 a deadline. Tehát ott, ha még a gyerek fönn van, akkor ott kezdek egy kicsit ingerültebb lenni, és akkor már jönnek ezek a nagyon erős mondatok, hogy Benny, ha nem fekszel le, akkor holnap nem lesz semmi, amire a gyerek nagyot röhög. De hogy lehet leszokni? Nézek mindig egyre rosszabb sorozatot? Tehát legyen az, hogy elkezdek jókat, és a végén megnézem mondjuk az Oniden családot? Vagy de nem, mert az jó. Még csak az nem is rossz. Hát régi, tehát ott meg nosztalgiázol. Abban is meg fogod találni. Abban is meg fogod találni az örömforrás. Neked nem volt ilyen, hogy rossz cigit kezdtél el szívni? Hogy elkezdtem mondjuk munkást szívni, fecskét. Amikor nincs cigit, tök mindegy. Zsitánz, vagy zsitánz, Kossuth, bármit elszívsz. Az újságpapír. Egyszer, amikor kerítést alapoztak náluk, akkor elszívta a fél doboz fecskét. Bármit elszívsz. Ha nincs cigarettád, a megszokott márkád, amit te szeretsz, használsz, akkor beéred, mindegy. Bármivel beéred. Tehát nem, hogy nem tehát fogod. Ha nincsen új Homeland, akkor Kisváros. Így van, akkor nem fogod. Nektek tök mindegy. Majdnem az egyébként nem volt. Igen. Most nem jött ki a Homeland új évad, akkor menjünk az angyal bőrben. Ja, Istenem. Ja, most már tényleg jöhet a következő pensi, de addig. Nem, tényleg egyébként érdekes ez a dolog, hogy lehet-e ugyanolyan agyi függőség, mint nálad simán, a cigaretta? Simán lehet. Lehet-e az, hogy tényleg másnak a desszert, valakinek az esti csokoládé, a kajálás, és egy ilyen önmagamat jutalmazom. Biztos, hogy van ilyen. Önmagamat jutalmazom, ha jó vagyok és jó napom volt azért, ha rossz napom volt azért, és gyártom az ideológiát, mint te a cigire, egy hogy most rajnért. Miért? Aha, most miért? Az első lépés, amit meg kell tenned, most kérlek vedd elő a telefonodat, és töröld le azt az appot, amivel figyeled a sorozatokat. Van egy ilyen applikációd, ami írja, hogy 6 nap, 7 óra. Homeland. 17 nap. Na. Várj. 19 óra, 36 perc. Ez hát, és kezdődik a Homeland. Na, jó van. Újabb évada. Az Affér című sorozat. 16 nap, 20 óra, 36 perc. És kezdődik a sorozatom. Na, itt van. Ezt le kell törölni. Banshee. Egyelőre nincs információ. Nincs még sajnos. Látod az összeroskadás. Tessék, ez az első. Hosszan megnyomni a középső gombot és a kis X-et. Ki? Nem, ezt nem tudom megtenni. Nem engedhetem meg. Mr. Robot. Nincs információ. Likiek nem tudnak visszaköltözni az anyjukon. Neked most nem volt ilyen, hogy úgy szoktál az édes, hogy ügyakat elő, hogy te is rosszat tettél? Tehát elkezdtél direkt rosszat tenni? Mindig csak ludlábat, vagy nem tudom. Tehát ilyen direkt rossz cukrászdába mentél, és direkt rosszat tettél? Nagyon kellemetlen dolgokat. Megutáld az Zahertortát? Igen. Egy marék ízét, kristálycukrot vertem be este. Nem, az a baj, hogy nem. És tudod, mi van? Hogy ha nem csinálod végig ezt a leszokási folyamatot, utána a következő az lesz, hogy ezt akik csinálnak, mint tudom én, rövidebb diétákat, azok tudják, hogy körülbelül ez szokott történni, hogy végig csinálod a diétás időszakot, ezt a megvonási időszakot, és utána meg éjjel-nappal. Utána pedig éjjel-nappal zabász, és mindent, amit találsz. Igen, most igen. Nálad is ez lenne. Hívjuk fel a Zahert, már eszembe jutott a Zahert tortáról. Tényleg. Jó. Mondja el, hogy ez egy valódi kémiai függőség, vagy ez csak egy bebeszélés, és nincs köze mondjuk a nikotinhoz, a csokoládéhoz, a droghoz, a szexhez, nem lehet, az alkoholhoz. Nem lehet, hogy a fagyira csavarodtál rá. Tehát azért nézel sorozatot, mert olyankor mindig fagyi tetszel. A kettő már együtt jár. Aha. A fagyi az előjáték, a sorozat maga a kérdés. Igen, de lehet, hogy a sorozat nem is jár. Fontos benne, te a fagyi miatt nézel sorozatot. Hát annyira nem vagyok édességfüggő. Az csak a nehéz nap után jutalmazom meg magam fagyival. Ha nem volt olyan nehéz nap, akkor csak sorozat. Aha. Csak sorozat. De tényleg mit mond? Egyáltalán egy doki lehet sorozatfüggő? Szerintem? Lehet bármilyen addikciója? Biztos neki is van egyébként, nem? Hát ő elmondta egyszer, hogy a csokit szed. Tehát, hogy ilyen csokoládé függő. Ja, hát az nagyon cuki. Vagy hát az ilyen csajos függő. Futás függő, abban is keresi egyébként az adrenalint. Csoki futással. Hát ott futja le, amit fölvesz a csokival, azt lefutja. Na mindjárt megkérdezzük. Nem lehet, nem függő, hogy hát figyelj, ez a szakmája tud róla mindent, a kábítószerekről, mindenféle függésről. Jó, de tudsz, hogy figyelj, hogy ahhoz, hogy tudják küzdeni a sátán ellen, ahhoz egy picit el kell adni a lelket. Itt van velünk Zahert Gábor. Hello Gábor, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello. Figyelj, ez lehet ugyanolyan addikció, mármint magas sorozatfüggés, mint akár mondjuk tényleg a dohányzás, vagy az ita? Persze, és azt gondolom, hogy az idő után ez át tud menni olyan patológiás formában, amikor az embernek ez már tulajdonképpen más kárára elrabolja az idejét. Mondok egy példát, mondjuk hajnali 3-kor fölkelni ahhoz, hogy mondjuk az ember megnézze mondjuk akár a Trónokharcának az új epizódját, amikor tudja, hogy másnap ugye ilyen karikány szemekkel fog egész nap zombikét járkálni, vagy akár
a Fear the Walking Dead-et, vagy akár a Walking Dead-et valami. Huha, várj, gyanús vagy, ez túl sok sorozatot ismersz, ez valamit jelent. Képben ez van. Valamit jelent, nagyon képben vagy. Te is nézed, de, vagy te is sorozatfüggő vagy? Hát persze, ezeket abszolút mértékig, egy-két más még igen, de azt gondolom, hogy én azért itt más vagyok, mert azért itt, ha ma végignézitek a palettát mondjuk aktuálisan, ha nem csak a magyar nyelvűekről van szó, 2-300 sorozat párhuzamosan ezek között vannak, jók vannak, kevésbé jók vannak, elég gyengék, de én úgy gondolom, hogy nagyon sokan ezekre rákattannak, és tök érdekes például, mondjuk ezek a brazil sorozatnézés című történet. Ez egy hihetetlen érdekes és nagyon komoly társadalmi mondani valója lehet a dolognak, hiszen végignézve valaki leül mondjuk ez elé a történet elé, szép emberek, szép helyen, nagy szerelmi dolgok, ilyen nagyon mézesmázos a történet, és 50 percre ki tud szakadni a saját pszichoszociális gettójából. És tökéletesen elfelejti azt, hogy kicsoda, micsoda, és jó arra az 50 percre Juan Carlos, meg Maria, mert ugyanezek megtörténik. Nem akartam ezzel előjönni, hogy ezeket is nézem, csak az már nagyon ciki lett volna. Kiszakadni a nyomorúságos életemből. Hogy ez például nagyon, nagyon sokat számít mondjuk embereknek, aki tényleg 50 percre leül akkor a képernyő elé, és akkor tökéletesen elfelejt, hogy mi van körülötte, és akkor erre az 50 percről beleéli magát ebbe az egész. Jó, de ez nem könnyű a családnak. Most képzeld, egy hétvégén keresztül Máriának hívatja magát Balázs a Vikivel. Hát volt már ilyen. Ez mondjuk valójában így van, de hogyha ha megnézed, akkor ez számára valójában sokat jelent. És persze, most gondoljatok bele, egy átlag magyar, egy átlag napon 5,5 órát nézi a világítótóból. 5,5 órát. És ugye ez nem az olimpia, meg nem a foci VB időszak, de ez egy teljesen normál A4-es magyar hétköznap, amikor ugye az ember úgy elgondolkodik, hogy mi a rosszabbat lehet ezen 5,5 órát nézni. Igen, én mondjuk tévéműsorokat keveset nézek, tehát én inkább csinálom, de nem nagyon nézem. Tehát én csak sorozat, tehát nálunk nem megy nagyon maga a tévé, csak este nálam titokban. Igen, ma már ugye a sorozathoz nem kell az, hogy ülj a tévé előtt, hiszen ott van az internet. Letöltöd, persze, felveszed, megnézed. És ezt a pillanattól kezdve, hát én amikor elkezdtem nézni a Trónok harcát, az úgy kezdődött, hogy először megnéztem az első részt, másnap a második, harmadik rész, és harmadik nap pedig a maradék hetet. Te vagy az én emberem, te vagy az én emberem. Nem tud ettől szabad, és ugyanez volt a Walking Dead-ben is, hogy az ember leült, mit tudom én, este 6-kor, és akkor hajnali 2-kor ilyen reszkető lábakkal kelt fel a tévé előtt, és majdnem azt tudom, mondtam. Tudom, ilyen. Hát én azt csinálom, hogy úgy lopózok be a Viki, mert nehogy észrevegye, hogy kim voltam. És az a legdurvább, amikor tudod, van már 4 rész mögötted, megnézted, nagyon álmos vagy, de úgy próbálsz befeküdni mellé, mintha mindig is ott lettél volna. És megmozdul, akkor így odabújsz, hogy itt volt. Vagy itt vagyok, kell, itt vagyok, nem is tűntem el. De jól kiállottam. De mondjuk valaki számára kikapcsolódás, de mondjuk azok a sorozatok, amiket te felsoroltál, azok megjelennek valamilyen formában a civil munkádban is, hiszen egy csomó járkáló, meg más van körülötted állandóan. Na, hogy volt mindenekkel, én magam is találkozom, persze. Hát hogy ne itt a napi ellátásra. Hogy lehet erről lejönni? Kezdek el rosszat nézni, és akkor leszokom, mint hogy a Feri mondjuk rossz cigit kell szívni, vagy minden nap vegyek el 10 percet, és akkor egyszer csak... Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell erről, szóval lehet szenvedély nélkül élni, csak éppen alapvetően nem érdemes. És ha belegondoltok, hányféle olyan függőségünk van, amivel úgy élünk együtt nap, mint nap, nézd meg a mobiltelefont. Most ránéznétek a telefonotokra, és láttál, mit tudom én, hogy 8%-os a töltöttség, akkor az embernek fölmenne az érjelmet. Konkrétan 13%-on vagyok, és itt van a kezemben. Na, és meg vagyok rémű, vagy a Zsűl még nem ment el töltőjét. Tehát, a hatodik újja. Mint a csillagok kellős közepén lennél, érted, és valamilyen ilyen elzárt helyen lenni, vagy nincsen térerő kész. Hát igen, csak legalább ez nem egy olyan függőség, amire mondjuk rámegy ingedik atyád, mert olyan nincsen nagyon, hogy az embert lecseszi állandóan a felesége. Már legyen előfizetél az HBO-hoz! Az lehet, csak ne felejtsd el azt, hogy például állandóan a mobiltelefonon lógni, és egyet pihenő telefon után utána nyúlni, vagy például elmész szabadságra, kikapcsolod a mobiltelefonon, az átrakod repülőgépes módba. Hát, pedig át kéne. Igazából akkor tudsz kiszakadni vele, hogy gondolj bele, 20 évvel ezelőtt elmentünk Budira, mit vittünk magunkkal? Újság. Ma ugyanúgy nyomod az izén a Budin. De két gyerek mellett az a 4 perc maradt, amíg ülök a Budin. Hát ott jöttem rá, hogy tulajdonképpen már abszolút nincs életem, amikor a gyerek rám nyitott a Budin, és oda leült, és nézte, hogy gittelek. És mondtam, hogy na most lett oda minden. Tehát most már minden oda van. Már semmi nincs. Egy modern családban ebben semmi negatív dolog nincs, hát Isten
nem, hát ez az életünk része. Hát hogyne, persze, csak ugye eddig az volt, hogy az ember oda elvonul, és akkor ott van 5 perc, és amikor már gyerek ott ül, akkor azt gondolt, hogy igen, hát most már ezt a keveset is. Odaadod szívesen, mert hogy imádod őket, persze, hát de hogy... Hát hogyne, hát én azt gondolom, hogy ez is egyfajta függőség, ugye, amikor az ember családfüggő. Hát és ugye abszolút pozitív értelemben, és nézd meg, hány olyan párfüggőség van, ami abszolút patológiába megy át. Amikor én is nap mint nap hetente találkozom emberekkel, akit otthon rommá vernek, rommá ver az élettársuk, akár hím vagy nőstény, és gyakorlatilag ugyanúgy hozzám megy vissza, és reggel alig várja már, hogy jön, ez is egyfajta patológiás függőség, egy másik személytől való dependencia. És azért igazániból ezek nagyon-nagyon veszélyesek tudnak lenni az ember részéről. De most az, hogy tényleg az ember eltölt időnként egy kis időt az izé előtt a tévé vagy a gép előtt, és megnéz egy sorozatot, és akkor tényleg jól szórakozik rajta, vagy várja, de hát ez régen is így volt. Hát emlék, hát mondjuk a Fország szagára nem tudom, hogy mennyire emlék. Hát, hogyne. Sajnos. De úgy család, ugye? És amikor kedden vége lett, pont annál a jelenetnél, amikor jött a hullám, ugye, hogy most mi lett a hajóval, akkor egy hétig az egész ország arról beszélt, hogy most mi lett a hajóval, és kedden esténként, mikor vége lett a irodalomnak, és kezdődött az olimpia, hát üres volt az utca. Hiszen ember nem volt kint, mert mindenki lógott rajta, na jó, hát ez a boldog békeidőké volt. Sose voltam olyan szomorú, amikor ültem ott a szüleim fotelja előtt lent a földön, és pénteken véget ért a dallasztőn, és tudtad, hogy egy hetet kell rá várnod, hogy megtud, hogy mit csinál. Na Gábor, az a lényeg, hogy nagyon szépen kimosdattad magatokat a Balázzsal a sorozat függőségből. Tudsz-e valamit mondani a dohányosoknak? Hétfőn elindul a Feri leszokása. Egyik pillanatról a másikra abba hagyja. Az csak úgy lehet. Az abszolút nagyon szar lesz. Előre mondom, nagyon szar lesz, én azt gondolom, hogy lesz 3 olyan hónapja Ferinek, amikor az idegek a feje tetején fognak táncolni, és hogyha ránéztek, akkor robbanni fog, és lehet, hogy jön valamilyen mellék dolog, ez az éjféli csokis parányzabálás, ez időnként betokott köszönni. A dohányosoknál kevés olyan dohányos, annak a leszokás kapcsán ne dobna föl jó néhány kilót magára. Izgulok is még erre. Valamivel pótselekszik, de tényleg csak úgy lesz, ha úgy a bajban, hogy holnap csak 18, aztán 17, aztán frászkarikált. Hát én pont így vagyok, 40 éve pipázom, és semmi motiváció nincs arra, hogy abba hagyjam a dohányzást. Tedd már azt a tetves telefon. Bocs Gábor, csak közben figyelem Balázst, hogy nézi, hogy mikor jön a mesi. Folyamatosan kezdem a telefonom. Jó, hát igen. Szóval azt mondod, rossz lesz a Ferinek. Meddig lesz rossz? Mire készül neki? 3 hónap. Az sok. De nem csak neki, de nektek is baromi rossz lesz. Ezért kérdezem, hogy mire készüljünk. Hát így van, ott fogtok vele reggel együtt ülni, égnek el minden hajaszála, gyakorlatilag alig várja, hogy kimenjen az előtérbe, és valakinek megérezze egy kicsit a dohányfüstjét, hogy végre az beszívhat. Jó, nem mondd már, te miért nem szoksz le 40 éve? Mindest, tök jó. Na most ez egy nagyon gáz dolog, ilyet a nyilvánosság előtt mondani, én szeretek pipálni. Hát én is dohányozni, de meg fogunk halni. Hát előbb-utóbb igen, szóval te sem vagy hegylakó, meg én sem. Na de legalább hosszítsunk, nem? Hát hosszítsunk. Igen, ez egy relatív dolog, az ember annyi minden elárt magának, időnként néha agyférjen már bele egy kis patológia. Valami zűlöttség kell, hát most persze, nem feltétlen dohány, nem muszáj. Igen, mikor mondhatjuk, hogy fiziológiai értelemmel leszokott? Ugye sosem lehet leszokni, mert az ember 20 év múlva is kívánja, de hogy... Ő mindig dohányos lesz, hogy világéletében nikotinfüggő lesz, csak egy abszinens nikotinfüggő. Oké, de hogy 2 hónap, 3 hónap múlva már úgy kiürül, hogy... 3 hónap múlva utána már sokkal vidámabb lesz az élet, azt kell, hogy mondjam. Jézus, hosszú három hónap vár ránk. Kemény. Sokkal jobb lett a futás, sokkal könnyebb lesz ugye dohányzás nélkül futni, és ezt meg fogod érezni szerintem már 2 hét után. Ha kergetnek. De akkor is futni kell. Hát így van, futni az... Hát azért az is simán benne a pakliba, hogy aztán a végén pedig valami nagy comeback-kel visszajön a dohányzás az életébe. Így tudom, jön vele szembe egy dohányzó folyosó, megérzi a szagát, erre betekre egy szőnyeg, és elszűnik. Én nem akarom. Volt már ilyen is, hogy idő után azt mondta, hogy nem, és akkor mondjuk valami történt vele, rágyűjtött egy cigarettel, és onnantól kezdve úgy, ahogy van az egész elmúlt néhány hónap, vagy néhány év az bedőlt. Én örülök, hogy fölhívtunk, én nézhetem nyugodtan, Feri meg szenvedni fog, és le kell, hogy szokjon. Nem akartam más ma reggel hallani, mint ezt a fajta önigazolást, hogy az enyém nem gáz, nézzem, te meg nagyon fogsz szenvedni, meg vagyok. Gyerek, nagyon köszönjük, majd hétfőn hívlak. Duplát nézek. Köszönjük szépen, ez a Gábor, ciao, köszönjük, hello. Jól van, Bali. Ma duplát kapsz. Ma este 2 rész a tiéd ezért, mert nem csinálsz rosszat. Nagy fagyival. Egy nagy fagyival, dupla rész.
Hát igen, valami kis zűlöttség kell. Kinek a játék, nem szenvedély, kinek a dohányzás. Nem mondom, hogy jó, de hát nem lehet. Baromi unalmas lenne, semmit nem csinálnak. Ilyen unalmas lenne, nem ennél hús, nem dohányozzál, nem nézzél sorozatot, nem csinálnál semmit, nem lenne valami minimális addikció. Hát tényleg kell valami. Kicsit, most mennyire szépen önigazolok, igen, nem? Kicsit nyomnád még, akkor dobom a projektet a francba. Azt tudod, hogy akkor hétfőn fogadás? Készüljél, mert én tudom, hogy mit teszek föl, ha leszoksz. Úgyhogy te is tegyél föl valamit, mert hétfőn fogadunk. Hát de azt tudnom kell, hogy te mit teszel, hogy ugyanolyan értékűt tegyek. Én nagy dolgot teszek föl. Nagyon én olyan nagy dolgot teszek föl, amit még soha senkinek nem ajánlottam föl, nem mondtam. Én hétfőn olyat teszek föl, úgyhogy te is valami nagy dolgot vállaljál be. Mert hétfőn fogadunk. Én arra fogok fogadni, hogy nem szoksz le. Három napja nem kulázott. Olyat tesz le az asztalra hétfőn. És már rohadtul mennék, úgyhogy fogadjunk már a rohadt életet. Szóval hétfőn fogadás. Yeah. Hétfőn fogadás. Nem szabad elfelejteni. Ugye az az inspiráció, hogy fogadjunk, hogy szerintem nem. Fogadjunk, uh-huh, hogy szerinted igen, igen, te leszoksz, és te is tegyél föl valamit. Ez a fogadás. Azt hittem, hogy az egész más volt. Úgyhogy hétfőn indul a nagy leszokás, hétfőn jön a fogadás. A fogadás. Nem én tudom. Már tudom, mit teszek fel. Én igen, már tudom. Mit. Nem tudok visszakozni. Nem akármit. Nem akármit. A telefonodat tett. Adjál a pütyére. Mikor jön a bencs? Pesi, nem írja. Sajnos nem írja. Na jó van. 7:30 volt pontosan 7 perccel. Hát a függők vagytok, írjátok meg miben, jó? Mennyire tartjátok magatokat bűnösnek? Hogy bűnöztök? Miként bűnöztök? És hogy csináljátok, hogy a család, a feleség, a férj ne vegye észre ki, hogy a bűnözik titokban? Jövünk az SMS-ekkel. Ákos írja után. 3:48 múlt egy perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Valami nagy gond van a MÁV-nál. A Budapest-Szolnok vonalon állnak a vonatok. Sötétek az átjárók, sorompok lezárva, mi történetet tudja valaki, így nem csak az autózók szívnak, nem csak az utazók szívnak, hanem az autósok is. Kriszta küldte nekünk, Kriszta, köszi. Ahogy tudunk valamit, akkor azonnal mondjuk. Trafibox a 26-os főúton Putnok belterületén, Nagyárpi küldte nekünk, köszönjük. De beteg úr is, kétszer leírt, hogy Nagyárpi. Én szerintem, ha valaki ennyire infantilis, komolyan mondom. Ne, az egyetlen lehetőség, hogy minél később öregedjünk meg, ha megpróbálsz gyerek maradni. Nem, tényleg, ha felnősz, kicsit véged van. Tehát, hogyha komolyan veszed a felnőtt létet, akkor a fene megette az egészet. Valaki 40 évesen kétszer leírja, hogy nagyjárpi. Én bírom az ilyen infantilis dolgokat, mert ez tud igazán fiatalon tartani. Nem? Ez. Ezen jó ízű. Hát és meg ez hülye, ez egy igazi Jolly Joker vagy. Fagyit kizárólag a vödör miatt veszek, hogy a függőségekről beszélgetünk a hírek előtt. Ha már sok van belőle, akkor eltüntetem a nagy részét, és kezdődik előről az egész. Azért ez is kemény. A nem főcím függő minden kedvenc sorozatának csak a főcíméig jut el, utána bealszik. De ha megpróbálom elkapcsolni, akkor vége. Sorozat és édesség függő vagyok egyszerre, a kettő együtt jár. Minden nap számolom a perceket, hogy mikor érek már haza, írja Gabi. Hát tulajdonképpen egyek vagyunk. Egyek vagyunk, így vagyok én is. Fémdoboz függő voltam, bármilyen terméket képes voltam megvenni, amit fémdobozba csomagoltak. Nem főzök, mégis van otthon vagy 10 kiló piros paprika, mert szuper volt a csomagolás. Linda üzenet. Számítógépes játékok, feleségem nem bírja, úgyhogy a vonaton nyomom, a mobilomom, még akkor is, mikor beérek Pestre, full hányingerem van. Niki vagyok, becenevem Lexi, film Lexi. Gyógyult filmfüggő vagyok. A havi diákhitelem ment el mozira, de ma már jól vagyok. 16 év után leszoktam, 33 napja nem dohányzom, és minden cigire költött pénzt félretettem. Egy teljes havi 4 órás bér jött eddig össze. Ez az, ami motivál. Peti küldte nekünk. Én is titokban nézem a főzés közben a sorozataimat. Rájöttem, hogy a férjem kevésbé piszkál miatt, ha angolul nézem. Olyankor mondhatom, hogy tanulási céllal teszem mindezt. Alig várom, hogy főzhessek. Andi írta nekünk. A kedves szomszédom iszonyat függő, leülünk kávézni, és a cukor el se olvad, de már meséli is a sorozatokat. A legdurvább, amikor élethelyzetekben Consuelával, kivel? Consuelia. Consueliával, meg szuesztéziával példálózik lélekben, ilyenkor főbe lövöm magam. Zsóf írta nekünk. Nyugi Balázs, én is rájöttem, hogy lehet loss nélkül élni. De minek? István. Az én barátom jelenleg 18 sorozatot néz, Nyugi Balázs nem vagy egyedül, sőt, van olyan, hogy van sorozat kalendáriuma, hogy fejben tudja tartani, mikor jönnek az új részek. Ő is bevallja magáról, hogy függő, puszi Andi.
És én vagyok a beteg, érted? Én. Igen, elcsúsztam a lépcsőn és befostam. Befostam. Jóska küldte nekünk, köszönjük szépen. Ezer éves szintén nagy klasszikus. Elcsúsztam, elcsúsztam és befostam. Az applikáció neve, csak mondom függő barátaimnak, hogy TV. Te eve-e. De ne terjezd már a kort, léci. Te eve-e. Ez az applikáció neve, és ott szépen beütitek, hogy mire vagytok kíváncsiak. Egy plusz jellel hozzáadjátok, és írja nektek, hogy hány alvás, hány óra. És hány perc az, amikor megérkezik az új sorozatotok, leírja az évadokat, az epizódokat, hát... Fantasztikus lehet. És riaszt is, azt be tudod állítani, hogy pittyek... Valószínűleg tudsz beállításokat eszközölni, hogyne, persze. Persze. De mivel Balázs folyamatosan föl van, így ennek semmi értelme. Hát, be tudod állítani, hogy az amerikai időzónában vagy európai időzónában riasszon. Be tudod állítani, hogy a kedvenc sorozatod elindulásról 15 perccel, 30 perccel vagy 45 perccel riasszon. Mindent. Mindent be tudsz állítani. Ha új információ jön, minden beállítható. Jó, jó kis applikáció. Te eve, ez a neve. Figyelj, no. Egyébként, hogyha valami olyan tevékenységgel kötöd össze, lásd, az egyik kedves hallgatónk írta a főzést, meg azt, hogy angol tanulás, stb. Tehát, hogyha valami olyan tevékenységet kapcsolsz hozzá a sorozat nézéshez, ami szimpatikus a párodnak, vagy amivel segíted mondjuk a család életét, akkor az jó tud lenni. Mit csináljak? Kössek közben, vagy tehát mivel tudom kérni? Igen, látod, mert van, aki főz. Kenjen meg a gyerek reggelét éjszaka, vagy szüljek falvédő. Tehát hogy a sorozat nézés közben azért viszonylag behatárolt, vagy tehát meg tudom kötni a gyerek karácsonyi pulóverét. Mit tudom én, egy sima egyfordítod, egy kis mohair fonállal, érted? Hát... Balázs, már másfél órája tolseprűzött a tévé. Csak takarítok, csak takarítok. Igen, ja, csak nem mondtam még, de a vajos sorozat küldjétek. Jó? Hogy mit nézzünk? Nem? Hát azért nem tud egy-két jót, azért küldjetek. Most esetlen megint egy alibi téma. Az egész csak erről szólt. Az egész csak erről szólt, hogy elfogyott az ötletem. Jó, hogy nézzétek meg, vagy küldjetek el, hogy mit néztek. Oven bácsi, ha játszunk már is, itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Móni vagyok. Szia! Hello, Móni! Honnan hívtál minket, Móni? Kecskemétről. Kecskemétről? Mit csinálsz, mit dolgozol? Pénzügyi ügyintéző vagyok egy automárka kereskedésnél. Hoppá, pénzügyi ügyintéző egy automárka kereskedésnél. Az jól hangzik. Ez jól hangzik. Hát igen. Jó autó? Jó, igen. Hát mit mondhatna? Megéri ezt venni. Mit mondhatna az ember? Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulini, figyelj! Hát a természet lágyőle. Kint vannak. Kint vannak a természetben. Újra egymásra találnak. Uh-huh. Szarvas gombásznak. Az jó biznisz egyébként. Mi ez a szag? Ja, csak te. Na, figyelj, nem mondunk semmit. Mikor születtél? 94-ben. Nem. Akkor nem biztos, hogy menni fog. De nem tudunk ehhez mit hozzáfűzni, mert egyszerű lesz. Jó, figyelj, mutatjuk. Jaj, de nagy klasszikus. Óriás klasszikus. Fú, lehetne még egyszer? Persze, figyelj. Te már ezt élesben valószínűleg nem láttad. Hát a most közben nézek a kollégámra, csak ő meg késve hallja a rádióadást, úgyhogy... Uh-huh. Mutassunk hosszabb részletet? Ez valami sorozat, vagy valami rajzfilm? Egyik se. Sorozat tulajdonképpen, de nem klasszikus értelemben sorozat. Ne, rajzfilmnek rajzfilm biztos nem. Mutatunk hosszabb részletet. Jó. Figyelj. Mint? Ja. A főcím az egyébként rajz volt. Igen. És minden nap volt. Így van. Úristen, ezt sajnos nem tudom. Nem. A kollega hát se. Elmondjuk neked. Hallgass meg még egyszer. Volt olyan, te erre szerintem már nem emlékszel, hogy... TV-torna. TV-torna. Minden nap tornázott az ország. Szerintem senki nem csinálta. Tudtam, hogy volt ilyen, csak ugye én nem néztem sose, így nem volt meg a zenéje. Nem csináltad, de nézted. Nézted a végre. Nem, hát ugye anyáik által így ismertem, hogy volt ilyen. De hogy mennyire primitív a dolog, hogy két ember tornázott, és idősebbek is elkezdtek előtt, és ők is csinálták. Nem, igen. Ember nincs, aki ezt csinálta. Szerintem sokan. De most is van meggyőződésem, hogy 50 pluszban ezt tolták. Igen? Ezt én most tolták. Láttam Katus Attilával egy ugyanilyen. Gyere apika, kezdődik a torna. Ebben én biztos api. Vagyok. Api, és akkor ott tornáztak. Szerintem tuti. Hát, ez most nem sikerült, Móni, puszi. Köszönjük. Hát nem, de azért nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, tényleg. Köszi, puszi. Köszönöm, szép napot nektek, sziasztok. Hello, hello. 6 perc múlva, 8 óra jövünk a hírek után.
És most, hölgyeim és uraim, őket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk 8 perccel. Péntek van! Hey! A betyárját! A betyárját! Hát azért ez jó hír. Bármilyen idő is legyen hétvégén, ez mindig jó hír. A péntek az... Hát valahogy más a nap reckése, a hangulatod, minden. Annyira nem lehet összehasonlítani egy hétfőt egy péntekkel, nem? Annyira más, hogy kelsz föl, jössz be, és létezel egész nap valahogy. Mert tudod, hogy péntek van, nem? Szeretjük. Minden nap pénteket kéne magunknak hazudni? Vagy egy ilyen nagy kollektív hazugságban kéne élni, amikor azt gondoljuk, hogy minden nap péntek, de mindenki azt gondolná. Szerintem, ha megváltoztatok a napoknak a nevét, és egy ideig a hétfőt hívják pénteknek, még az is jó lenne. Át tudnád verni vele magadat egy ideig. Terápiás jelleggel még az is lehet, hogy jó lenne. Hát első körben hozzuk előre csütörtökre, tehát legyen a csütörtök az utolsó munkanap. Uh-huh. Az, hát az, hát egy az is igen, megszokás kérdése lenne, utána pedig a szerdára áhítoznál már. Na jó, de akkor pár év megint megvan, érted, ja, azzal igen, el vagyunk. Hogy aki ezt egyszer kitalálta. Uh-huh. És aki ezt, ugye? És aki ezt mondja, 5 plusz 2, 5 dolgozol 2 PS, hogy ott abban a pillanatban nem ugrottak rá négyen, és mondtak, hogy már te hülye, normális vagy, ne tanácsolj ilyet. Hát, csak mondom, hogy 30 hogy ez évvel hogy? Ezelőtt szombati meló volt. Ja, és szombati volt iskola. Szombaton mi még iskolában hát jártunk. Egy nap volt ugye a vasárnap. Így van. Na, a vasárnap. Most meg. Akkor meg mindig május vecsernye. Akkor mindig május vecsernye. Nálunk van egy templom, és harangoznak vecsernyére. És mentek? Mm-hmm. Nem, szoktatok. Nem. De ez 8-kor. Balázs, öltözi már! Elkésünk a vecsernyéről. 8-kor, ahol én lakom, ott a templomban harangoznak. Vecsernye. Vecsernyére szólítanak. Vecsernyére. Hát... Nálunk akkor harangoztak mindig, amikor eszünkbe jutott, hogy be kéne menni egy kicsit harangozni, mert annyira unatkozunk a téren. Aztán lezárták azt a rohadt harangot sajnos. Volt egy pár vakriasztás? Hát volt egy-kettő. Volt egy-kettő. Nézegettek a nénik meg, hogy nyagy Istenem, már ennyi az idő. Hát mennem kell a hetes misére. De még csak 5:30 volt. Valaki azt írja, letoljom a pénteket, holnap is dolgozom. Hát úgy, hát, úgy igen. Az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa György út kereszteződésében sötétek a jelzőlámpák. Aztán már több mint 55 perce várakozunk a Köki vasútállomáson. Egyetlen vonatot sem engednek tovább a Ceglét felé tartó vonalon. Mindenkinek kitartás. Ezt Orsi küldte nekünk. És lehet, hogy az oka is megvan egyébként, mert hogy a Budapest-Szolnok vasútvonalon a biztosító berendezés meghibásodása miatt van káosz. Vecsésen 7:20-kor bemondták, hogy bizonytalan ideig nem járnak a vonatok, és a 7 órás vonat se ért még ide. Ez jött egyébként 8 óra 3-kor. Szóval lesz ebben kaland ebben a keddi vonatozásban, azt hiszem, nekem. Mert hogy kedden ugye autómentes nap van, és ígértem, hogy akkor bejövök vonattal. Vagy hát igen, mondtam egy felvetésre. És hát ebben lesz kaland. Ha az ilyen lesz, mint a mai nap, akkor nem érek ide. Akkor nem leszek itt 6-kor, csak mondom. Kapcsolunk élőben, nyugalom, telefon összekötetés, töltsd fel a telcsidet, jó? De tényleg? Ne az legyen, hogy 2%. Ezek a modern vonatokon már valamelyiken van egyébként töltési lehetőség, és nem mindegyiken. Aha, mindig. Minden reggel úgy indulok el. Kinek hazudsz, magadnak vagy nekünk? Minden nap úgy indulok el, hogy tökig van. Aztán meglátjuk, hogy ez ebből mennyi. Nem baj, jó lesz ez kedd, csak ez. Mondom azoknak a fanatikus tömegeknek, akik előszeretettel látogatják az Instagram oldalunkat, hogy az oldalt el fogják árasztani a különböző szelfik. Balázs és a szemafor, Balázs és a masinista, a Balázs és a forgalmista, a Balázs és a vasút átkelő, Balázs és a vonat. Balázs a peronon, Balázs a vonaton, Balázs a kocsiban, Balázs a büfékocsiban, Balázs ismerkedik. Igen, Balázs a butiban. Megnézzük akkor, milyen állapotban van. Ugye mást ír, mert azt írja, hogy 22 perc, aztán olvastunk olyat is, hogy 22 kilométer, ha 42 így perc. Így van. Tehát, hogy és hát most 11 perc. Hát, egyébként Budapest 11 perc. Hát már, ha az új motorvonatok egyikével sikerül eljutni a Balázsnak. Plusz írták a hallgatók, egy csomóan, hogy van ilyen, nem mindegyik vonat ilyen, tehát van, amelyik megáll szinte mindenütt, az nem ér be ennyi idő alatt, de van egy ilyen vonat, amit érdem fölszesz, és csak Budapesten áll meg. Mondjuk a kettő között nem tudom még. Nyilván kihagyja a kampónát meg ezeket. Óriási. És itt alak alatt a kódok egyébként, majd ezekre figyelj. S30, S40, Z30, Z50. Ezt kell mondanom, hogy ezekre, fölvegyen a vonat? Ezekre kell jegyet váltanod. Igen? Igen, mert ezek az új motorvonatok. Nem kell jegyet váltanom, hát ingyen mehetek. A keddi nap erről szól, hogy van forgalmi. Ezekre szálljál föl, majd figyelj.
S37 nem jó, hagyd menjem. S30, nem, nem érdekes. Jó, Z31 nem, majd a következőre felszállok, és így megy majd ez fél 11-ig. Nem? Megvan, G71 felszállok. Jó, de dél van. Ez azért maradom, igen. Kicsit megcsúsztunk. Jó, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz kedden. Kedden erre visszatérünk. Na, Angelina Jolie gyerekét hallottátok, hogy mit szeretne? Érdekes a dolog, mert szerintem aki szülő az elő... Visszamenni Kambodzsába. Melyik gyereke? Hát igen, melyik gyereke, ugye, mert nem tudom, hol tartanak éppen az ügyeletes örökbefogadásnál. Ami egyébként szimpatikus, meg nincs is ezzel baj. Hát a Rogeréknél hallottam, a Federernél, hogy 4 gyerek, 4 babysitter. Mondom, így azért könnyű. Tehát így azért könnyű. És 0-24-ben. És 0-24-ben, tehát 2 fiú, 2 lány van, és mind a 4 gyereknek külön babysittere van. Tehát a fiúk is ikrek, a lányok is ikrek. De nem az van, hogy egy babysitter, 2 iker, hanem 2 lány, 2 babysitter, 2 fiú, oda is babysitter, 4 babysitterre mennek. Amikor becsekkolsz egy repülőre, négy babysitter, feleség, jön az ügynököd, az edző húrozód, és tudod, hogy 30-an mentek versenyre, azért ez kemény. De hát Angelina Jolie-eknál is így van, ott most 68 gyerek van, nem tudom már mennyi. De szerintem ők sem. És... ők se tudják már azt mondani? Hányan vagytok? Hogy jelzik valaki? 1, 2, 3, 4, plusz 1 vagy 2. A kis Silu, vagy Silo, nem tudom pontosan, hogy hívják. Mindegy, nem is ez a lényeg. Nem hajlandó hosszú hajat növeszteni, szoknyába járni, ő lány egyébként, vagy bármi. Fontos, fontos. Mi van? Igen, hát a merkis fi. Bármi csajos dolgot csinálni, és ő szeretne fiú lenni. És most komolyan megijedtek a szülők, mert hogy azt mondják, hogy ezt most még ő kinőheti, és nyilván majd, ha felnő, akkor igazi csaj lesz. A kislány azonban továbbra is állítja, hogy ő nem akar lány lenni, nem érdeklik a csajos játékok, pasis akar lenni, pasis dolgokat akar csinálni, csak fiú barátai vannak, és kérdezik a szülőket, hogy nem félnek-e attól, hogy transz nemű lesz a gyermekük. Hát nyilván, amikor nem akarta fölvenni ugye ezeket a kis cuccokat, csajos cuccokat, így bevillant nekik Cher lánya, aki most már nem annyira lányos külsejű, mint amilyen régebben volt, nagyon csinos, nagyon helyes csaj volt, csak hát aztán ő hát másképp gondolta az életét. Igen, és ugye itt jön a kérdés, hogy minden szülőnél... És most dagadt mexikai srác. Igen. De állítólag most már megbarátkozott vele Cher, és ő keres neki feleséget. Oh. Keményen dolog, de Johnny Depp lányáról is kiderült, ugye, aki 16 éves, hogy nem tartja magát 100%-osan nőnek. Ami nem baj, nyilván a szülőnek úgy kell elfogadni a gyerekét, hogy van, de hát minden szülőben szerintem egyszer felmerült, hogy jó-e az, hogy a gyerek bizonyos élethelyzetekben mondjuk nem biztos, hogy csak babával játszik, fiús játékokat játszik, rövid hajat akar. Volt-e olyan pillanat, amikor a szülők vagy ti hallgatók megijedtetek, és azt gondoltátok, hogy nem biztos, hogy természetes az, amit a gyermek csinál. Mondjuk 6 éves korában fiúk létére mondjuk babázott, vagy babákkal játszott. Hát attól függ, hogy mit. Már hogy mit játszott babával? Hát én is barbiztam annak idején, vagy legalábbis játszottam babákkal. Jó, de ő már rögtön rá. Nem akarom, de ezt meg kell tenned. De is akarok, bébi. Nem. Ilyenkor 6 éves voltál, elképzeljük a 6 éves Janikát, hogy ezt nyomja. Szóval, hogy meddig természetes, mikor természet ellenes, meddig fogadod el, mikor kezded el a saját lányodat lányosabb dolgokra nevelni, és ijedsz meg attól, hogy jaj, lehet, hogy baj van, hát azért sokan vannak így, vagy a fiadat finoman lenevelni már mondjuk 8 évesen arról, hogy nem biztos, hogy jó, mit tudom én, babákat öltöztet, hanem mondjuk jöjjön ki veled focizni, vagy kezdjen katonásat játszani, nem tudom. Tehát meddig mondod, hogy ó, ő gyerek, belefér, és mikor van az a pont, amikor szülőként megijedsz, és azt gondolod, hogy na most lehet, hogy valamit nem jól csinálsz, vagy a gyerekkel valami nem stimmel. És ha beavatkozol, akkor fordulhat a dolog? Hát ez egy jó kérdés, amikor az ember így elolvas, akkor elgondolkozik, tételezzük fel, hogy ez a saját mondani. Gyerekeddel fordul elő, hogy ő mondjuk fiú, és ez csak rá 8 és a hosszú hajat szeretne, fülbevalót, és nem azt mondom, hogy magas sarkúban járkál otthon. De látod, hogy inkább a csajos dolgok érdeklik. Hát te mikor untad meg a 2 szofot? Egészen későn. Az első megaláztatásnál a gimnáziumi van. Ott már mondtam, hogy na jó, akkor ha nagyon erőszakosak vagytok, leveszem a magasra. Vidám a szögdécseltél éppen az utcán a hullabukarikárdal, amikor szembe jött 2 srác, és azt mondtam. Nem, mert amikor a Benny kicsi volt, a Viki vett neki babát, mert a Benny nagyon szerette, és én rágrémültem, és oroszlán tigrisként, van ilyen? Van oroszlán tigris, oroszlán nagyon fókas, veszélyes. Tigris zsiráfként vetettem rá magam a Vikire. Ligerként. Ligerként, igen. Hogy ne vegyen babát a gyereknek, mert hogy ne babázzon a gyerek. De aztán rájöttem, hogy... És így ugrottál, és az másik kezedben ott volt egy G.I. Joe. És így... Kivettem a babát, és egy Transformers nyomtam a gyerek kezébe. Nem, hát csak úgy tudod, mondtam, hogy
a Vikinek, hogy nem biztos, aha, hogy jó. Aztán ez teljesen ártatlan volt, a gyerek játszott a babával, aztán most már nem aztán nagyon. Aztán kitépte a karriát. A liberális gondolkodás, de mégis nem. Hát tudod, úgy az ember azért, hogy dolgozik az, hogy a pasiból pasit, a csajból csajt. Nem... Vikinek volt babája gyerekkorában? Volt, nem mackója hogy... volt, vagy valami állata volt. Látod, meg is van, tehát ő maga... A babázi maga... nem babázott. Igen. Nem babázott, tehát ezt nyomta most rá a Benire, tehát a saját hiányosságait. De klasszikus módon babázott, vagy játszott a Viki ezzel a kis mackóval, vagy megtalálták így hadba tépve, elásva a kert különböző pontjait. Az erős jellem már és akkor is kiüt között. De nektek soha nem volt, hogy csajos játékokkal játszottatok? Vagy soha nem volt az, hogy a gyerekeddel láttad, hogy csaj, de pasis dolgot csinál, vagy fiú, de mondjuk még 8 évesen még mindig van 3 babája, és imádod, szereted, mert a te gyereket, de kicsit már úgy nézed, hogy jaj, nem biztos, hogy a gyereknek 8 éves fiúként mondjuk egy konyhaszettetben kell rakosgatni az edényeket és babákat leültetni, hogy akkor ő most főz nekik. Én kis kukta voltam. Igen? Én nagyon szeretem kis kuktáskodni. Volt egy ilyen kicsi lelakott, ilyen lepattant ilyen kis konyha berendezés, ilyen tűzhelyjel, csavargatható kis ilyen tekerőkkel, meg rá lehetett rakni kis edényeket, meg ilyesmi, és azt vettem észre, hogy egyébként jó pár évvel később, de úgy, hogy már konkrétan tínédzser voltam, amikor láttam ilyeneket valahol egy gyerekszobába, akkor még mindig ugyanúgy le tudtam ülni, és akkor kinyitottam a sütőt, beraktam a kis tepsit, visszacsuktam. Tehát a családról való gondoskodás jött ki belőled, mint anya szeret. Egy pici kis háziasszony volt. Nézzük egy kicsit durvábban. Mondjuk hazajön a Virág, és azt mondja, apa, döntöttem, letolatom a hajamat, bakancsot hordok, és nem akarok többet mondjuk nőként élni. Mit csinálsz? Vagy nem akarok kislány lenni, vagy csaj lenni, hanem pasi is akarok lenni. Ekkora dudáka, hülye. De nem most érezzük. A szülői dilemma, hogy beleszólsz, lebeszéled, irányítod, vagy hagyod, hogy kiteljesedjen, és nem erőlteted rá a te világnézetedet, érzésedet, elvárásodat a gyerekeddel kapcsolatban, hanem azt mondod, hogy rendben van, ha neked ez okoz boldogságot, és nem önpusztítóan akarja nyilván tönkretenni magát, amit értelemszerűen nem hagysz, de látod, hogy frusztrált, rosszul érzi magát, akkor azt mondod, hogy igen, segítek neked mondjuk ezt a terhet megoldani, és hagyom, hogy ezt megtedd. Hát meg kell beszélnünk. Meg kell beszélnünk, hogy azért próbáljon már meg tényleg az okokat nekem megvilágítani, hogy most ezt miért is akarja. Tehát nem hagyom csak így rá a dolgot, tehát nem mondom azt, hogy persze, rád bízom, a te életed, csinálj, amit akarsz. Azért kíváncsi vagyok az indítatásra is. Tehát, hogy mesélj már el nekem, hogy miért döntött így. Nem tudom, hogy van-e ennek mindig magyarázata, hogy ez belülről jön, hogy ezt a gének hordozzák, hogy impulzusok érik, hogy öröklődik valami, ez mindig nagy kérdés. Szerintem ez a gének hordozzák, ez egy hülyeség. Tehát a világból érő impulzusok, meg hatások, meg a baráti társaság, meg azok a, mit tudom én, azok a példaképek, akit itt lát a tévében, meg szimpatikusak neki, zenészek, színészek, közszereplők. De akkor rajongasz érte, nem akarsz ezek határozzák meg, de egy picit azzal. Igen. Főleg ebben a de most nem azt mondom, hogy mondjuk a Demi Moore-hoz akar hasonlítani a G.I. Jane-be, és azért tolatja le a haját, hanem azt mondja a, mondjuk a Virág, vagy az én gyerekem, tök most nem akarok a világgal például azért, hogy hazajön, és azt mondja, nem akarok ebben a testben élni, én mától fiú akarok lenni. Ha lány. Vagy azt mondja a lányod, majd 5 év múlva, hogy fiú akarok lenni. Aha. Nem akarok lány lenni. Nem szeretem a testem. Fiú akarok lenni. Mit csinálsz szülőként? Hagyod? Vagy elkezded irányítani, és azt mondod, hogy ne legyél, elviszed orvoshoz, megpróbálod meggyógyítani, és egyre jobban nyomod össze a gyereket, aki mondjuk nem 8 évesben, akkor nyilván a még beleszólsz, hanem mondjuk 15-16 évesen. A szakember vonala szerintem nagyon jó. Tehát, hogy amúgy is egyébként alapvetően fogékony az ilyesmire. Tehát, hogy, jó, de egy dacos kamasz, nem biztos, hogy elmegy veled, nem biztos, hogy azt mondja, hogy igen, menjünk el, én nem vagyok beteg, engem nem viszel orvoshoz. Hát tudjuk, hogy milyen a kamasz, ott azért egy kamasznak nem biztos, hogy megmondod, hogy menjünk el dokihoz, jó, tudod, az. Egy lázadó kamasz az a szülő tekinti a legnagyobb ellenségnek. Persze. Azért milyen kemény élethelyzet, ha belegondoltok, nem? Igen, igen, igen. Hát figyelj, én ezért gondolom azt, hogy itt egy külső embert kell bevonni a dologba. Pontosan azért, amit te is mondtál, hogy, jó, hogy ebben az esetben egy kicsit lehet, hogy neked is szól ez az egész átváltozás. Tehát, hogy a veled való szembeállásnak. Oké, de a gyereked meg azt fogja mondani, hogy nem fogok elmenni a pszichológushoz. Tehát én nem akarok erről beszélni. Apa, ez kész tény, én fiú vagyok mától. Akkor mit csinálok? Hát akkor hagyni kell szerintem, hogy egy kicsit a saját útját járja, mert hogyha erőszakkal nyomulsz rá, és erőszakkal próbáld megváltoztatni, akkor biztos, hogy ugyanezt a reakciót váltott ki belőle is. Mert talán egy kicsit ezt is várja. Hát igen, igen. És akkor innentől kezdve jön, mondjuk hazajön majd,
És bemutatja neked az első szerelmét. Már most már kezdünk egy kicsit előre. Igen. Ugye menjünk végig az úton, hát utána ez nyilván egy okoz. A következő pedig, amikor kiköltöznek majd Hollandiába, és hazajönnek majd. Nem, most aki lefut az örökbe fogadott hat. Ugye, hogyha nyilván ő mondjuk lány, de fiúként akar élni, akkor lehet, hogy mit tudom, később meleg lesz, leszbikus, ezt nem tudom. És hazajön és bemutatja neked az első barátját, barátnőjét, mint egy azonos neműt. Azért, tehát ennek vannak még azért mélységei. Az milyen szülőként? Az kemény. Az nagyon kemény. Hát főleg, hogyha mondjuk a te értékrendszered, vagy ugye a te irányultságod, pont az ellenkező, vagy mondjuk szokványos, mondjuk így fogalmazok, így nem bántsunk meg senkit. Hát az már egy nagyon-nagyon komoly érettséget és szülői toleranciát kell, hogy jelentsen. A virág hogy azt el tud fogadni. De igen, de addig azért még sok stádiuma van a dolognak, tehát hogy azért neked meg kell győződnöd arról, hogy nem csak egy divathóbortról van szó, nem csak arról van szó, hogy most egy gyerek egy picit így megbolondult, hogy mondjuk a tinédzserekre ez jellemző, így zélben megbolondulnak, hogy amikor van ez a lázadó dac korszak, és ez mindenkinél egyébként más és más terjedelme, más és más hossza van, hogy nem csak ennek tudható be az egész, hanem tényleg komolyan gondol. Hát tényleg komolyan gondol, akkor szerintem nem kell az útjába állni. Most így tíz évre előre nagyon megértő tudok lenni én is, ha nyilván be a sztoriban benne vagy, akkor azért az egy másik nagyon szituáció. Kemény. Igen, Még akkor is, hogy én például teljesen elfogadó vagyok a témával kapcsolatosan, hogyha nyilván nálunk jönne így a Soma haza, vagy a Panna. Azért nagyon kemény szokat. Azért leülnék magammal. A gyereked, most messzire mentünk attól, hogy a gyerek 8 évesen még mondjuk lány és fiú akar, de minden mondjuk, hazajön a gyereked, ott ültek a vasárnapi evénnél, és hazajön a fiú gyereked, és ott ül a kis Gáborkával, és akkor ott szóval, ez nagyon kemény élethelyzet. És fogják egymás kezét. És te szülőként ezt ugye hát nyilván kell, hogy toleráld, mert talán tényleg az egyetlen feltétel nélküli szeretet kell, hogy legyen a szülői szeretet. Hát most mit két dolog? Vagy ellenemész, és összeveszel, és elveszíted a saját gyerekedet, vagy megpróbálod a saját világnézeted ellenére, benyomások világnézeted ellenére elfogadni, és azt mondani, hogy ha ő így boldog és így teljes, nekem nincs más dolgom szülőként, mint örülni az ő boldogságának, mert hát ez a szülői szeretet lényege, nem az, hogy akkor ellene megyek, lebeszélem, megutálom, megverem. Inkább a féltés irányítom dolgozik. És befolyásolom, egy 18 éves már nem irányítasz, hát azok már kisfelnőttek. Tudod, mi dolgozik benned? A szegény megboldogult Cejzelendre mondta, ott ugye a családban van egy ilyen kapcsolat, és azt mondta, hogy ő azért félt az egésztől, ő el tudta fogadni azt, hogy a fia így döntött, de őt magát féltette a világgal szemben. Most tehát, hogy szülőként ez is benne van, ha még te nagyon toleráns vagy, nagyon elfogad, és azt mondod, hogy oké, a te döntése, hogy az emberek meg tudjuk, hogy hogyan gondolnak erre a dologra, érted? És az jut eszedbe, hogy ez a te gyereked, vagy ő a te gyereked, és állandó támadásnak lesz kitéve emiatt. Na igen, nagyon kemény. De egy 8 éves, én még ezt nem érzem akkora bajnak. Há? Tehát egy 8-10 évesnél nyilván, ha jelei már lehetnek, hogy valami nincs rendben a nemi identitással, de még 8 évesen kis Silu, hogy hívják őt? Nem tudom, Silu. A Silónak legalább értelme van. Azért mondtam, hogy az nagyon-nagyon magyaros, a kis Silu. Fia, nálunk van ez például. A kis Silu, az a nincs baj. Most nézzél, több gazdaságban így megértve volt, hogy igen. A Silu. Mi van a Panyesszal? Hogy a Panyesz például nálunk sose volt babás. Egyszer hozott neki valaki egy babát, ezt így megnézte, bevágta a sarokba, és ment vissza nálunk például. Bedobta a mikróba, és elvészítette finomra. Apa, ezt nem lehet megenni. Nálunk sose volt babás, most van neki egy, akit így szeret, de ő például mindig a mi volt az a játék, amiben a vagy ez a film, amiben a Buzz meg a Woody. Meg ja, Toy Story. Ő például Buzz Lightyear rajongó. Fiatal korától kezdve, most így 6 évesen még mindig vagy lassan 7, de egyébként meg csaj, mindenben csaj, a gondoskodásban, minden másban. A játékban a babákat ő például nem szereti. Hát akkor az nincs baj. Az nincs baj. Hát száll lehet, jó, de egy kalapáccsal szétveri a fejét. Kicsit agresszívát. Igen, a kérdés, hogy hol avatkozol be? Ugye? Tehát hol kezded el irányítani és finoman csajnak terelni 8-10 évesen, 12 évesen, észreveszed? Ezek nem olyan nehéz kérdések szerintem. Hol gondolod azt, hogy van-e valami deformálás? Jól értelmezed-e? Igen. Mert sok olyan kislány van például, aki nagyon nehezen éli meg a saját nőiességét. Ugye szexuálisan elkezdenek érni, és onnantól kezdve ismerjétek ezt a típust, akinek mit tudom én, elkezdenek nőni a kis cicé, és akkor hirtelen azt veszed észre, hogy ez egyébként tökéletes tartású gyereked, elkezd görnyetten járni.
látni, olyan takargatós ruhákat vesz fel magára, és pont az ellenkezőjét próbálja meg kihozni magából, amire egyébként az adottsági alapján mondjuk így predesztinálva lenne. Tehát, hogy így ahelyett, hogy egy nagyon helyes kis csaj lenne, meg nagyon szép lenne, meg nagyon csíros lenne, amilyen egyébként, hanem próbál meg így begubozni és elrejtőzködni a fiúk elől. És hogy ezt azért nem szabad félreérteni, ténylegesen beszélni kell, és el kell mondani, hogy hát ez az élet formálá. Tehát az egy természetes velejárója. Tehát az nem. Az egy természetes dolog, egy kamaszlány fejlődik, csak eltakarja a mellét. Abban nincs semmiféle deformáció. Igen, de itt is beszélni kell vele, és itt is kell vele kommunikálni, mert nagyon könnyen lehet, hogy későbbiekben ez megmarad nála, és egyszerűen a saját nőiességét nem fogja tudni elfogadni, és adott esetben például a saját neme felé fordul. Simán benne van a pakliban. Igen. Na nézzük meg, hallgatóinál nálatok, hogy volt. Volt-e olyan lázadás, amikor gyerekként mondjuk tényleg 8 évesen rövid hajat hordtatok, bakancsba jártatok 12 évesen, pasi ruhába öltöztetek, és azt mondtok, hogy nem vagytok hajlandó kis szoknyában csajos játékokat játszani, és hülye 14 éves csajos beszélgetésekben részt venni, hanem mondjuk fociztatok. Én mindig nagyon furán néztem a gimiben azokra a csajokra, akik jöttek velünk focizni. Nem sose veled beszélgetni. Ah, jó, hát abban volt egy csomó. Sziasztok! Láttátok az új helyem? Nézzétek meg! És volt egy-két csaj, aki mindig jött focizni. Én nem tudom, hogy most milyen élete van a gyereke. Gondolom, hogy igen, csak sosem mentek a csajokhoz, hanem mindig fiúkkal lógtak. És azt én nagyon bírtam, amikor fociztak, azt kevésbé, de én nagyon bírtam már gimis koromban is a fiús csajokat. Tehát én azt szerettem. Nekem a szexi az volt. Együtt rá. Lógni, tehát az együtt lógni csajokkal, akik nem csajosak voltak, és hatal röhögtek hülyén. De jó. Hanem jöttek és ilyen pasis dolgokat csináltak. Köpködő, károkodó csajok, akik felrúgnak a 11-esen belül. Mi van? Mit fújsz? Parasz. Persze, nyilván arcon csúlt. Nyilván volt ilyen. És ők is állva pisiltek mi. Nálunk a Viki is ilyen volt. Tehát késekkel játszott, rövid haja volt, és sose volt igazán barátnője, és mindig fiúkkal lógott a Viki. Tehát, hogy 8-10 évesen letolott a haját, bakancsa volt, és a kedvenc játékai a kések voltak. Nem egészen. Nem egészen a kések és a körfűrész. Nem, azt csak 16 éves korára kérte. Igen, és tehát, mindegyik akkurátusan el volt tisztítva. Igen, és várta, hogy mikor kell akcióba lépni. Na nézzük meg, nálatok hogy volt. Jó, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy nálatok volt-e ilyen, vagy a saját gyerekeiteknél ugye több rétű a téma, mert hogy ugye lehet azt nézni, hogy nálatok hogy volt kavaszkorban, vagy hogy a saját gyereketeknél volt-e olyan pillanat, amikor hát be kellett avatkozni, vagy azt éreztétek, hogy valami nincs rendben, mert a gyerek tényleg kislány létére focizik, rövid haja van és judozni akar, vagy fiú létére babázik, barbizik és konyhaszettekben érzi jól magát, amikor mini Ike a konyhákban főzhet. Ugye? És ez, na, hogy mikor szóltatok, vagy mit mondtok? Na van az a pillanat. Elég, nem akarok több istenes Bence képet a szobád falára! Igen, hogy az ember ilyenkor magát okolja, ő tehet-e róla, és mit lehet ilyen helyzetben csinálni, jó? Írjátok meg nekünk, SMS számunk 06-745-0000, jövünk a hírek után. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amire egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz 5 perc múlva. Folytatjuk a témát, arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy Angelina Jolie egyik gyereke, a kis Silu, nálunk csak Silo, így van, nálunk csak Silo, ugye hát fiú akar lenni legalábbis. Ezt mondja, megnéztem, egy nagyon szép kis lány, rövid a haja, és nagyon pasis cuccokba jár, valami jól öltözik, vagy öltöztetik. Tényleg teljesen fiús, tehát semmiféle lányos vonása nincs, de hát gyerek még, szóval ezt kinőheti. Az sem így marad nyilván, de hogy azért ez még változhat ebben a korban, szerintem ezt nem nagyon kell túlreagálni. És arról beszélgettünk, hogy mit csinálnánk mi szülőként, ha észrevennénk, hogy a gyermekünk nem úgy játszik, nem azzal játszik, nem azokkal barátkozik, ami megszokott vagy elfogadottabb, hanem kicsit más, egyénibb és más dolgokat csinál. Pasis fiúgyerek lányos dolgokat csinál, és lányjátékokkal játszik, és fordítva.
Ugye, és hol szólsz be, hol nem szólsz bele, meddig hagyod, mikor kezded el irányítani, egyáltalán el kell-e kezdeni irányítani, sok kérdést vett föl a dolog. Hogy már itt az elején rögtön az van, hogy amit te gondolsz az életről. Hogy igen. A lány az babázik, akkor te fiam, te is vagy lányom, te is babázzál. Hát az elég hát, gyereknevelés kicsit ilyen, igen. Hogy a te benyomásaidat, félelmeidet, érzéseidet, ambícióidat adod át tulajdonképpen a saját gyerekednek, világnézetedet, érdeklődési körödet, ahova te mész, oda viszed, arról beszélsz. Tehát nem csinálsz nagyon más, nem? Igen. Fura, hogy ez mindannyiunk számára, egy szülők számára így valahogy természetes az, hogy a gyerek is ugyanazt az értékrendszert fogja vajallani, meg azt szerint fogja élni az életét, mint mi. Miért? Na igen. Na nézzük az SMS-eket, nagyon sok jött. Hello, egy osztálytársam csak fiúkkal lógott, verekedett, köpködött, csúnyán beszélt, úgy nézett ki nyolcadikban, mint egy fiú. És most mégis 4 gyereke van, 3 apától kaptuk SMS-ben. Ugye azt is írjátok meg nekünk, mert az is egy érdekes kérdés, hogy volt-e olyan, amit te nem vettél meg a saját gyerekednek, pedig kérte, és lebeszélted róla, mert érezted, hogy abból már gáz lehet. Ugye? Hogy 8-10 évesen a fiúgyerek olyat kért, vagy a lánygyerek. Apa, hajtsatot. Barbit, traktort, az ellenkező nemű, és te azt mondtad, hogy nem veszed meg. 15 évesen bolondultam meg, derékig érő hajam, a tüsére vágattam, bakancs, szöges kabát, 3 gyerekem van, derékig érő hajam, múltkor előkerültek a régi fotók, a 6 éves fiam elszörnyett, mikor megtudta, hogy az a tüsi bakancsos én vagyok a képeken. Csak ennyit mondott, remélem, akkor még nem voltál az anyukám. Ezt Marja küldenek. Jó. Kislányunk született, az apuka fiút várt, 2 évesen elvittük fotósozóval, az apa ragaszkodott, hogy a gyermeket egy farmerban félmeztelenül fényképezzék, később autót és focilabdát vásárolt neki. Na itt jön a torzulás. Amikor ő szülő, ugye nem hajlandó elfogadni, milyen nemű a gyereke, és elkezdi belenyomni abba a szerepbe. Mert ő fiút szeretett volna. Amit ő szeretett volna, na az komoly torzulás. Tehát az vezethet oda, hogy utána komoly identitás zavarhoz vezethet. Egy kislány, akit fiúnak nevelnek, vagy egy fiú, akit lánynak, hát az később törés. Azért nagy zavart okozhat, igen. Na, itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Viki, hello Viki! Sziasztok! Na mondd, te melyik csapatban? Hát melyik jellemző rád, amiről beszéltünk? Mióta vagy lány? Születésem óta, hál' Istennek. De én 2 fiúval nőttem föl egy úgymond gyárudvarba, innentől nem sok lehetőség volt, mint a foci, galambokat fogni, biciklizni, egymást verni, és ilyen nagyon jó lányos játékok. És ez most mire vonatkozik? Vagy ez nem hát, hogy egy nagyon fiús közegben nőttél fel. Ebből annyi maradt meg már, hogy van 3 gyermekem, de mondjuk a fiús dolgokat, mint itthon a kandallóba favágás, jobban értékelem, mint a főzés. És kimész egy baltával, és felaprítod a tűzifán? Nem csak baltával, a férjemnek mondjuk az volt a csúcspont, amikor születésnapomra körfűrészt kaptam, szóval ott mondta, hogy hát az én nap. De balta, fejszel, körfűrész, láncfűrész, bármelyik jöhet. Szóval szerszámba, a flextől kezdve bármit használok. És kinézetedben is fiús voltál, vagy esetleg most is fiús igen, vagy? Igen, ott volt ilyen, ez egy malomudvar volt, és a szomszéd ilyen, nagy udvarral szembe foci csapat, és amikor ott fociztunk, akkor volt olyan, hogy rám szólt valaki, hogy öcsi, ne a labdát rúgd, hanem a bokáját, és akkor fölhomályosították, hogy ez a 13 éves öcsi az amúgy lány. De ez később megváltozott, tehát hogy csaj lettél. Csaj lettem, úgy csaj lettem, de mondjuk most épp ilyen növő félbe, de még egy évvel ezelőtt 1 cent is hajam volt, csak a férjem már olyan régóta kérte, hogy kicsit növesszem meg, de... Hát na, szóval nem ez az én közegem. És minden páratlan héted a férjed a csaj. Nem. Igen, ez jó kérdés, kaptad már a férjedet, hogy magas sarkóban illegeti magát a tükör előtt, mikor hazament. Nem, mert nincs nekem se, szóval nem tudja elvenni. Igen, köszi, hogy elmondtad, ciao, jó étvégét. Sziasztok. Rövid hajam volt, fociztam, kis autókkal játszottam, most 24 vagyok, motorozom, hordok magas sarkút, szoknyás, minket, de ugyanúgy látom a női csacsogást a körmökről, mint régen. Azt mondja, hogy bölcsőben nem voltam hajlandó kisruhát felvenni lány létre, nekem kis kantáros nadrág kellett, de jaj volt, ha foltot találtam rajta. Rozi néni mai napig emlékszik rám és a szörnyű reggelekre. Puszi, Adrien. Apám fiút szeretett volna, így már nagyon korán csak rövid hajam lehetett, fülbevalom nem lehetett, és szoknyám se volt. Csecsemőként is fiús ruhákba kellett öltöztetni, ha azt mondták, hogy milyen szép kisfiú, anyukám nem mondhatta, hogy de hát ő lány. Jaj. Na ez mondjuk... Most arra gyermekeim vannak, és boldog család életet élünk. Azért így leírni egy életet, hogy te kislány, és apád, már pedig igen. A gyerek az csak fiú. Ha, így van. Igen.
Óvodában volt egy fiú, aki minden farsangon menyasszonynak öltözött, most 20 éves, és kb. 3 hónapja tudta meg, hogy meleg. Nem lepődtem meg. Nem lepődtem meg. Azt mondja, hogy egy ismerős fia meleg, hordja dokihoz, és mindent megtesz, hogy változzon a gyermek. Amikor mondtam neki, hogy fogadja el, akkor hülye lettem. Milyen furák az emberek. Igen, sokan mindig úgy tekintenek rám, mint egy betegség, nem? Hogy majd elviszem a dokihoz, és meggyógyítom. Hát ez egy írtatlan nagy baromság. Hát ez nem egy betegség, ez nem egy influenza. Beteget kigyógyítanak, fölírnak egy receptet, egy kis vitakolánt, két kalmópirint, és akkor hirtelen megváltozik a nemi identitásod. Hát azért ez ennél jóval összetettebb. Ugye azok, akik ezt a genetikai vonalat erősítik, illetve azt gondolják, hogy ugye ez a géneknek tudható be, azok azt is mondják, hogy akkor ebben az esetben ki is lehet írtani ezeket a géneket. És Zeiser mondta annak idején, hogy ha ezt meg lehet oldani, és tényleg ki lehet írtani, az oké, csak ezek az emberek utána egész életükben boldogtalanok lesznek. Mert hogy lélekben nem tudják őket megváltoztatni. Azt mondta, hogy Zeiser is aztán elmondta, hogy a fia meleg. Igen. Igen, hogy ez milyen bátor tett volt egyébként, nem? Milyen érdekes, hogy aki ezt kutatja és ezzel foglalkozik, és aztán az élettől ugye kap egy ilyen feladatot, hát ez most feladat. És az egyik nap szembesül vele. Vagy simán elfogadta, hát ez már ugye érdekes kérdés, de hogy ugye megkapod ezt az élettől, és ezt előállt vele, elmondta, nagyon szimpatikus volt. Kiskoromban fiús voltam, rövid haj, fiús göncök, dömper, kisautók, fociztam, verekedtem, bandáztam, hátránya nem lett, inkább előnye, jobban kijövök a fiúkkal, megértettem a gondolkodást, mondjuk ez Kata. És a román verek mindenki tengóba. Igen. Van még egy hallgatónk, Csilla, hello Csilla, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Csilla, na, mesélj nekünk. Te vagy érintett a dologban, vagy valaki, akit ismersz? Én szülőként szeretnék hozzászólni, hogyha megengeditek. Kettő gyerekem van. Van egy 20 éves szép lányom, ő teljesen heteroszexuális, vele nem volt semmilyen ilyen problémám idézőjelben. A fiam 25 éves volt, és ő meleg. Teljesen normális kisfiú volt. Autókázott, építőkocsárgott. Ha egy rózsaszín vagy valamilyen megmaradt ruhát valakiről rá akartunk húzni, nem hagyta. Tehát teljesen elutasította ezeket. És teljesen normális gyerekként, és végül is 14 éves kora körül kezdett feltűnni nekem szülőként, hogy az osztálytársai már dicsérgetik a lányokat, hogy hú, micsoda, meg milyen szép, meg mit tudom, ő pedig ezt nem tette. Akkor már úgy egy kicsit fura volt, de hát a fiúk ugye későbben élnek, nem jelentette számomra nagyobb problémát, és 16 évesen elém állt, és elmondta, hogy ő úgy gondolja, hogy meleg, hogy ő a fiúkhoz vonzódik. Ugye ott ilyen nagy kérdés, fejet, villogtam, hogy mit rontottam el, bocsánat, hogy biztosan egyedül neveltem fel őket, hogy biztos, hogy emiatt is. Te magadat hibáztattad, vagy magadban keresed a hibát? Igen, magamat hibáztattam, így akkor hirtelen rögtön, és utána néztem meg, utána olvastam, de azt mondtam neki, hogy én támogatlak is, és szeretlek, te ettől az én gyerekem vagy. Most ez egyáltalán nem befolyásolja az én szülői hozzáállásomat, meg semmi, mert persze szerettem volna, hogyha ez megváltozik. Aztán mindenki, akit megkérdeztem, szakember is egyebek elmondták, hogy ez az esetek 87%-ában genetika. És ahogy utána néztem, apai ágon több évtizedre visszamenőleg előfordultak meleg férfiak ebben a családban. Uh-huh. Úgyhogy feltehetően nálunk ez az öröklődés. Igen, de sem szentírás, tehát hogy attól függetlenül, genetika hogy... Genetika is lehet. Igen, tehát hogy valaki rendelkezik ezekkel a génekkel, az még nem biztos, hogy feltétlenül meleg lesz. De az egyébként, hogy mint te szülő jól vizsgáztál, szerintem az is mutatja, hogy nagyon hamar coming out-ol. Tehát, hogy 16 évesen már eléd állt, és ez bevallott, és nem leplezte, nem álcázta, nem terelt. Ez tök jó. Jó a kapcsolat. Most mennyi idős a fiad? 25 éves, és teljesen normális férfiként él, tehát két munkahelyen dolgozik, aránylag férfias, hát aránylag hát végül is kultos és felszolgáló, tehát ez egy nem kifejezetten... A szülőként az nem volt egy nehéz pillanat, amikor ő hazajött és bemutatta neked a barátját? Tehát azért a szülőként, persze az ember elfogadja a gyerekét, sőt, hát feltétel nélkül kell, hogy szeresse, de azért az egy nehéz pillanat, amikor ő egyszer nehéz csak ott jön, persze, tehát ez és a... bemutat tudom, neked valaki. Féltem, attól féltem, hogy bántani fogják. Tehát az első érzésem az volt, hogy atya úristen, az én gyerekemnek mennyi mindennel meg kell ezentúl harcolni, ami hogyha heterú lenne, abszolút nem lenne. Tehát semmi érdekes, mert gondolkodtam utána úgy magamban rajta, hogy ennek kellett lenni az első érzésnek, hogy és szerintem ennek. Ennek, mert így szeretjük őket, ahogy vannak.
ahogy vannak. Hát nincs is más dolgunk, nem? Hát szülőként a legfontosabb. Hát a szülői szeretet talán az egyetlen, én ezt mindig gondolom, ami feltétel nélkül kell, hogy legyen. Nem akkor szeretem, ha olyat csinál, ami nekem megfelel, hanem akkor is szeretem, mert az én gyerekem nem köthetem feltételhez a szeretetet. Az ember mindenkinek az állatához feltételhez köti, a párkapcsolata, jó vagy szeretlek, nem vagy jó, nem szeretlek. Hát a gyerek-szülő viszony az egyetlen olyan, ahol mindig minden körülmények között nekem az a feladatom, hogy őt elfogadjam, szeressem, támogassam. Nem csak akkor, ha valami olyat csinál, ami nekem megfelel, és nekem tetszik, aztán ha nem. Szóval azért ez egy nehéz kérdés. Igen. Ez egy elég nehéz kérdés, ez így zajlott. Hála jó Istennek mind a mai napig napi kapcsolatban is, és minden párját ismertem, eddig már nem egy célcsap, nem olyan, mint a lányom, idézőjelbe téve, tehát sokkal stabilabbak a ő kapcsolatai, mint esetleg egy hetero embernek, bár ez is biztos, hogy személyiség függő, tehát hogy nem, valaki persze, ilyen, valaki meleg, olyan. Magányos, folyamatosan. Mi így éltük ezt meg? Hát én úgy éltem meg, hogy szeretni kell, és segíteni mindenben. Nem ügyes vagy. Hát, jól döntöttél. Persze, ez egy akkor nyilván nehéz elfogadni, de hát nincs más dolgunk, igen, persze. Így de hát, van, amikor az ember szembesül vele, akkor azért az egy nehéz élethelyzet. Mert hát, hogyha látod, hogy boldog, akkor ugye vele együtt vagy boldog. Ha szomorú, akkor vele együtt vagy szomorú, és ez most már csak részletkérdés, hogy szerintem, hogy ez most egy lány miatt van, vagy egy fiú miatt van jelen esetben ugye a témához kapcsolódva. Hát ennyi. Csilla, köszi. Itt maradsz velünk egy hármas ugrással? Mert pont ilyenkor szoktunk játszani, és akkor maradsz? Na, játsszál velünk egyet, jó? Jó, köszönöm szépen. Jó, köszi, hogy elmondtad, akkor játszunk, figyelj. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Csilla, szia, jó reggel! Hello, Hello. Milyenek a kérdések, Jani? Hát a harmadik az brutális, az első kettőt ezt tudni fogja. Na nézzük. Így szól az első kérdés. Melyik zenekar egyik slágerében hangzik el, hogy soha ne gyere, ha most nem jössz, soha ne szerezd, ha most nem vagy itt? Tudom pedig, de hát most miért is jutna eszembe? Soha ne gyere, ha most nem jössz. Sokat segített. Soha ne szeresd, ha most nem vagy itt. Igen, tudom, hogy melyik szám, és a bikininek a neve ugrik be, de nem a bikiné. Mondj valamit, lejár az idő, 3, 2, 1, soha ne szeress, ha most, ez a szája kismadár. Így van. Republik. De hülye vagyok, nem baj, semmi baj. Nem érdek. Meglepett a játék, megértem, nem készültél még föl rá lélekben. Így van, semmi baj. Nagyon szépen köszönöm nektek a lehetőséget, és örülök, hogy beszélhetünk. Köszönjük, hogy elmondtad. Nagyon klassz, hogy elmondtad. Tehát sok szülő lehet hasonló helyzetben, vagy lesz majd hasonló helyzetben, vagy van hasonló helyzetben, hát ez ilyen beszélgetések fontosak. Nagyon sok szülő van hasonló helyzetben, igen. Hogy hasonlóképpen reagáljanak, mint te. Köszi. Puszi, jó hétvégét! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 6 perc múlva 9 óra. Mit jelent ez? Péntek 9 óra? Na, mit jelent a péntek 9 óra? Na, mi? Hogy mindjárt szombat? Kérdezhettek, válaszolunk. Pénteken az utolsó fél óra. A hallgatóké. Ezt már múlt héten is nagyon szeretétek, dőltek a kérdések. Ha valamit nem válaszoltunk meg a múlt héten, küldjétek el újra. Így van. Ha van új kérdés, küldjétek. Őszinte kérdésekre, időnként őszinte válasz. Ez a rovat cím. Elsősorban nem mindig velünk kapcsolatban kérdezetek, hogy ez a rovat ne arról szóljon, hogy magunkról beszélünk, mert az hülyén veszik ki magát, hanem mindenről, ami benneteket érdekel, foglalkoztat, hogy egyszerűen csak szeretnétek rá választ kapni, vagy nem volt kitől megkérdezni, vagy úgy érzitek, hogy mi ezt meg tudjuk válaszolni. Elindítottuk kísérleti jelleggel néhány héttel ezelőtt ezt a rovatot, és a múlt héten derült ki, hogy brutális mennyiségű kérdés jött. Nagyon kíváncsiak vagytok. Ez is kiderült, hogy a hallgatóink kíváncsiak. Nagyon kíváncsiak, amit tudni akarsz. Igen, ez nem mondtam le ezt a konzekvenciát, de kíváncsiak a hallgatók. Igen, legyetek ma is kíváncsiak. Jó, jövünk a kérdésekkel Ákos ide után. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amire egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. Ez csak egyszer van pénteken. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra múlt 10 perccel.
itt vagyunk, és péntek van. Ez most valami ennek nagyon örülök. Sose szoktam ennyire örülni, most ez valami annyira boldoggá tesz. Én nem vagyok ennyire péntekfüggő, mert kicsit mindegyik napom ugyanolyan. Én is 6-kor kelek a hétvégén, és 6-kor kelek. Tehát olyan nagyon nagy különbség nincs. Vagy 5-kor, bocsánat, ugye 5-kor kelek a rádió mellett hétvégén az egyik gyerek miatt, mert én vagyok ügyeletben, hogy ki tudjon kicsit pihenni. Megérdemli, úgyhogy na, alvás szempontjából legalábbis nincs nagy különbség, hogy most kedvan vagy szombat, annyi, hogy maximum péntek, ha szombat hajnalba ér haza az ember, ha elmegy valahol kicsit kimulatni a barátaival, de ha 3-kor érek haza, ugyanúgy 5-50-kor, vagy 5-30-kor Noel felkiabál, hogy apa. Menjünk le, kezdjünk bele a reggelbe. Hát de legalább indítsuk szombaton... ezt a csodálatos szombat reggel 5:45-kor, tudod. Szombaton legalább nem nyomasztod, tudod, hogy na még ezek is. Még ezekhez is be kell. Én mindig azt mondom, sose vagy annyira magányos, mint amikor fölkelsz a gyerekhez szombaton 5:30-kor. 2 óra óta ránézel az órára, és mindig csak azt látod, hogy 7:02. Mikor alszol vissza, drágám? 2 órája fenn vagy, és úgy érzed, hogy elment a szombat dél, és menjünk ebédelni, és ránézel az órára, és 2 órája szórakozod, és azt látod, hogy 7:14, tudod, alszik a család, és már 2 órája zajlik a reggel. Megnéztél 2 mesét, megreggeliztetted, nem tudom, és még mindig. Hol van a vége? És mások még alszanak. És mások még alszanak, és azt gondolod, hogy de jó, már így 4:10 körül, hát akkor felkeltjük a családot, tudod, és ránézel az órára, és egyszerűen nem tudod értelmezni, hogy hogy lehet még mindig csak 6:58, vagy 7:13, és úgy érzed, hogy szombat dél van. Hát jó pillanatok ezek, de mondom, én mindig azzal vigasztalom magam, hogy 4-5 év is már sokáig alszanak, úgyhogy nincs hamar elmegy. Pikpak. Nem? Persze, 10-es és jó lesz. Abszolút. 10-15 év is újra tudok hétvégén is aludni. Tehát az meg ennyi. Nem? Ennyi az egész hét is, mert akkor is még csak mennyi lesz el, 55? 15 év múlva? Na. Na jó, azért még nem. De. Na, hát akkor 10-38 év, az 48. 53, az se sokkal hát azért keresett. Én, hát azért. Jó, és bocs. 53. Hát jó, az is jó hangzik. 53 leszek 15 év múlva. Na, nézzük a közlekedési híreket. Nem akartam, hogy elszomorod. Szoktatok úgy néha éjszaka felébredni, szorongva kicsit ilyen hideg izzadságban, hogy mennyi idősek vagytok már, és a fele már elment, és bármi van, már csak maximum ugyanannyi van, mint amennyi volt, és így hirtelen ráriatok, belegondoltok, és inkább visszaszotok. Nem, én úgy ékelek fel, hogy ezt csak meg ne tudja múlni. Hál' Istennek álom volt. Álomban nem megcsalás. Én mindig azt mondom, álomban nem megcsalás. Tehát, lehet másnap durcáskodni, ha elmondod meg, nem tudom, de legalább az maradjon meg, nem? Az legyen álomban a hírünk, igen. Elmesélni nem kell, ha nem akarod elrontani a napodat, de az álomban nem megcsalás. Titkos szobánk. Nincs ilyen, hogy hidegverítékben felébredtek, kicsit szorongva, magzatpózban, vízes lepedővel, és így rátör az a hidegveríték, hogy úristen, már csak annyi van, mint amennyi volt maximum, és aztán egyszer csak nem leszel, és nem vagy többet. És pár év is elfelejtenek. Nincs ilyen éjszakai feljárásotok soha? Hogy így szorongva rátör a hidegveríték? És nagyon egyszerre izzadsz, egyszerre fázol, nincs ilyen? Hát ilyenkor mi becsukjuk télen az ablakot, ez van. hogy meleged van és fázol, igen. Nincs ilyen? És magzatpózban szűkölsz a kis maciddal az ágy közepén, kis kifliben, és azon gondolkozol, hogy vajon mennyi van még? Holnap ér véget, vagy még 30 év múlva ér véget? Nem szoktatok ezen filózni soha? De. Mi van holnap vége? Van ilyen. Nem? Van ilyen. Hát akkor van. Még belehúzol gyorsan arra. Van a természet csatornák, tudod, az izélet, hogy például tényleg most legutóbb ez volt. Ez a tévé talán? Mondjuk, hát te is furákat jó nézel. Jó, igen, mulatom az időt. A haldokló föld. Ó! Oh. De egyébként igen, ez van. De tehát, basszus, hogy... igen, de akkor is. Tehát, hogy is elkezdtem így nézni, és így nem akarom, úristen, nem akarok ilyen jövőt. Nem akarom, hogy így érjen véget. És rögtön pánikbeteggé válik az embertől. Nem. Olyan van, hogy mentek az utcán, és mindig fölnéztek, hogy a fejetekre esik-e valami, és inkább kicsit kiebb mentek, mert féltek, hogy rásik valami a fejetekre? Nincs. Ez nincs. Na, nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. A Torony-Szentmiklósi határellenőrzésen este 3 óra alatt értem át, most visszafelé elnézve nem tűnik jobbnak a helyzet. Aki arra megy, vigyen valami stresszoldót. Netes Tamás küldte nekünk. M3-as Nyíregyháza felé a 105-ös kilométernél a kútnál szalagkorlát kirakva, mert hogy trafi van, üzente Zsolti. M7-esen is van egy trafi a 132-es kilométernél, mindkét irányban mérnek, valamint Budakeszi út Szépjuhászné baleset, a Budakeszi út mindkét irányban áll. Opeles Zoli küldte nekünk. Szombathely előtt az M86-os felüljáron trafi, és baleset a Szerencs utca után a 3 sávból csak 1 megy, úgyhogy ott is nagy dugó van. Budai alsó rakpart befelé beállt. Elindultak a vonatok a Ceglédi vonalon.
egy laza két-két és fél óra után ez egészen könnyen tolerálható, úgyhogy ott már minden rendben. Ott már minden rendben. Megjavították a biztosíték táblát, vagy biztosító táblát? Biztosíték. Ugye, hogy a biztosíték elromlott egy biztosíték. Tábla, leszakadt egy alinancos tábla. Ami a szemjárnak. Úgyhogy Budapest Szolnok vonalon járnak a vonatok újra. Na, péntek van, és ez egy most már nem is annyira újnak mondható rovat kezdeteit péntek 4:10 környékén, mert hogy ti is nagyon sokat kértétek tőlünk, és mondtátok, hogy javasoltátok pontosabban, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen rovatot, és ennek mi mindig engedünk, sőt, mi több jó ötletnek tartjuk, hogy a hallgatóink, akikhez mi tulajdonképpen minden nap rengeteget beszélünk, úgyhogy nem látjuk őket, mégis sokaknál úgy érezzük talán, hogy családtagok vagyunk így kora reggel, kapjanak egy 20 percet, 25 percet, amikor ők kérdezhetnek, mi pedig válaszolunk, de nem feltétlen magunkról, sőt, lehetőleg nem magunkról, mert azért az egy öncélú rovat lenne, ha mi Jani kedvenc színe, mi Feri kedvenc itala, és mi Bali kedvenc sorozata, hanem egyszer megkérdezhetek bármit, ami benneteket érdekel, foglalkoztat, nyilván, ha velünk kapcsolatos, az sem baj, és mi megpróbálunk ezekre válaszolni. És minden meg lehet kérdezni. Ha valaki nem fér bele, akkor nem cenzúrázom, hanem nagyon sok kérdés jön. Nagyon sok kérdés. Meg fél nem kerültek adásba. Na, de nincs cenzúra. Brutálisan jó vagy. Hype-olom a rovatot, mondom, fölépítem, jó, húkolom, belógatom a horgot, rákimpaszkodik a hallgató, jó, érzi a rovatot, és akkor te megérkezel egy nagyon, mint egy nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés, és azt mondod, hogy legfeljebb, kidobott, küldtök esemény. Na, ez van. Nagyobb bakancsal nem lehet szétrugni azt, mint egy kártyavár építek, és megyek előre, és az utolsó teszem rá, és megjön Jani, és csinálj egyet, hogy... Nem ilyen. Ennyi. Rövid mondat. Egy halpuki, és minden, amit az elmúlt két percben mondtam, az odalagyó. Írjatok, lehet bekerültek, lehet nem. Na, akkor mi van? Cső, elmentem. Lehet a rovat. Mindjárt vége. Na, kezdjük a rovatot. Van valami bali. Viktor vagyok, a takarítom. Te jössz és takarítasz, így van. Na, azt mondja, hogy hát nagyon sok kérdés jön hozzánk személy szerint, de akkor megpróbálunk ilyet is, olyat is feltenni, hogy tényleg ne csak rólunk szóljon a rovat, nem elsősorban ezért indítottuk el, hogy most három ember, aki egyébként is hozzánk beszél, magáról beszéljen még most 9 után. Azt mondja, hogy ez egy jó kérdés, a vezetőségtől vannak olyan elvárások, hogy egyes témákhoz miként álljatok hozzá, magyarul kötelezővé teszi-e nektek bárki, hogy például Balázs védje a migránsokat, vagy más típusú vélemények hangozzanak el. Dani kérdezte ezt. Na, ki kezdje a megválaszolást? Ha röviden, az, aki nem tudja. Te. Igazából nincsen. A rádiónak és magának a műsornak is egyetlen egy hitvallása van, és ez egy egyetértésen alapszik, és szerintünk ez egy jó dolog, hogy napi aktuál politikával mi nem foglalkozunk. Azt, hogyha nekünk megmondanánk, hogy mivel kell foglalkozni, mivel nem foglalkozhatunk, erről kötelezőszerűen beszéljünk, erről ne beszéljünk, azt valószínűleg mi úgy értelmeznénk, mint műsorkészítők, hogy cenzúráznak bennünket, és innentől kezdve nem hiszem, hogy hosszan lenne nekünk munkaszerződésünk. Egész egyszerűen azt hiszem mindhármunk nevében mondhatom, meg a csapat nevében, hogy nem dolgoznánk szívesen egy olyan helyen, ahol nekünk megmondanák, hogy erről kell, és ebben a témában Balázs, neked ezt a véleményt kell képviselned, vagy erről nem beszélhettek, és semmilyen körülmények között, és mondjuk ez nem politika, de mi mégis akarunk róla beszélni. Tehát nincs ilyen, hál' Isten. Mi választjuk a témákat, az élet adja a témákat, mi pedig saját meggyőződésünk és hitrendszerünk szerint beszélünk arról, amit gondolunk. Sokszor nem értünk egyet, lásd. De tényleg menekült kérdés, és ettől jó a műsor, hogy az Anna, ti, én máshogy gondolkodunk és erről beszélünk. De nincs cenzúra, és nem is nagyon dolgoznánk olyan helyen, ahol lenne. Hát műsorkészítők vagyunk, nyilván az M1 jó élethelyzet. Az országban ma mindenki beszél erről, így beszéltünk róla mi is. Nem mondja meg a vezetőség, és ez egy nagyon jó állapot, hogy nem kérnek és nem tiltanak semmit. A politika, de az saját döntésünk is egyébként, hogy arról nem. Hát, hogy most a politika és a közélet határa nyilván hol húzódik, az egy baromi nehéz kérdés, mert nagyon összecseng, ugye? Hát most lásd, migráns kérdés. Az közélet is itt történik előttünk, maga a történelem, de hát nyilván politikai vetülete is van, hát nyilván az emberi oldalát próbáljuk megfogni, így vagy úgy.
De mi direkt mondom, nem politizálunk. Nem. És hát nagyon fontos, hogy, nem is fontos hogy mi nekünk azért sem szabad olyan dolgokról beszélgetnünk direkt módon, amiket mondjuk oké, így megszabnak nekünk, de nem szabnak meg, mert hogy ennek a műsornak a legnagyobb tőkéje a hitelessége. Hogyha egyszer rajta kaptok minket azon, hogy mondjuk valakinek itt a zsolozsmáját, vagy valakinek itt a házi feladatát fújjuk a műsorba, akkor onnantól kezdve már semmit nem hisztek el nekünk. Így van. És mi meg ugye ezért is akarunk őszinték lenni, hitelesek akarunk maradni. Ezért is van az például, hogy adott esetben egy téma kapcsán előfordul, hogy három különböző véleményt hallhattok. Abszolút. És ez jó is, és ez reméljük, hogy így is marad, de nincsenek erre utaló jelek, és ezért is szeretünk itt dolgozni. Janitól szeretnénk kérdezni, hogy esténként fültisztítás előtt a fülpucoló végét benyálaz-e vagy sem? Ha igen, akkor miért? Péter, voltam Cseper. Ja, nagyon jó, ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, már vártam. Nyálazod? Nyálazod? Nem nyálazom. Nem nyálazom, mert olyan mindig fürdés után ugye van víz a fülemben. És feleslegesen ezért nem nyálazom be a végét a fültisztító pálcikának, mert az a nedvesség bőven elég. Által egyébként megfigyeltem, és ez nagyon furcsa dolog, Péter, tudom, érdekel a téma, és ezért mondom, személy szerint neked, megszólítva téged most, hogy a bal fülem az mindig egy picit zsírosabb. Ja, ne, Jani, ne, légy, ne menjünk le ennyire, hát azért... De miért van ez? Várom a válaszodat, Péter 0676450000. Igen. Megnyomáltuk. Abszolút, kicsit több információ kellett jön. Nézzük még, hogy mit kérdezik. Nagyon-nagyon sokan. Azt mondja, hogy Feri, vettem marharostéjost. Nagyon a kérdésem, grillen szeretném megcsinálni. Mit javasolsz, hogy fűszerezz? Köszi a választ. Hát elsőként is ugye tudni kéne, hogy milyen, mert ha ez egy jó magyar tejmarhából készült rost, és akkor sehogy akkor dob ki a kukába, nem lesz belőle ehető hús. Ha jó minőségűt vettél, akkor csak bors, és sózni sem szabad, átgrillezted, én mondjuk másfél-másfél percet javasolok. Sózni nem szabad, kiszárad, ugye? Így van, és utána... Kiszívja a nehézséget. Ja, bocsánat, nagyon jól csinálta, ugyanannyit alufólia alatt pihentesd, mint amit sütötted, ugyanannyi ideig leveszed, és akkor mehet rá a jó minőségű só. Ennyi. Nem jó minőségű só, mint a parajdi, vagy Himalája? Vagy például Himalája, vagy Maldonsó, tehát ez nagy a szép Maldonsó. Jó, Maldonsó. Bárhol elégeztem már. Hát ez a baj, hogy nem eszel, látod? A sóval is mérgezed magad, ahelyett, hogy jót használnád. Tehát az a lényeg, hogy a hús jó minőségű legyen, mert ott a hús íze a lényeg. És nagyon pici bors kell, csak van, aki arra is esküszik, hogy még az se, csak a hús íze, és utána lehet sózni. Ennyi. Következő. Ha van három ember, akik ismerik egymást, két ülön autóban ülnek, találkoznak ütközben, az egyik autós, mint a másik autóban ülőnek, akkor a két ember, aki ül, miért nem integet vissza, csak a sofőr? Ez saját tapasztalat? Csak hogy a sofőrök köszönnek egymásnak. Az anyós ülés egyébként tényleg nem integet az anyós ülésen. Ez érdekes, mert nálam nem így van. Figyelj, amikor például Moni lelassít azért, hogy valakit beengedjen mondjuk, akkor és megköszönik, akkor én Mónival együtt mindig felemelem a kezem, és én is integetek szívesen. Még mindig egyszer integetek. Nem mondod, hogy ott ülsz a kis anyós ülésen bekötve, egy kis uzsi dobozoddal és integetek. Öletben a GPS, a kis termosz, amiben nyomod a teát, és adagolod a családnak is közöttek, és integet. A kis Donát kacsás uzsi dobozommal. De most komolyan, és én mindig integetek. Imádom, hogy eleve az, hogy egy nő vezet, és a pali ül az anyós ülésen már nagyon jó, de az a pali még brutál bekötve. És van egy kamukormányom is. Köszi, és te szívesen. Te kicsit vezetsz. Te kicsit vezetsz, nem megköszönöd, integetsz, beengeded, kiszállsz a kocsiból, segítesz parkolni. Mintha egy láthatatlan fonállal lenne összekötve a kezem, meg a lábam Mónéva, és mindig azt csinálom, ugyanazt, amit ő. Igen. Hello, én azt szeretném megkérdezni, segítsetek nekem abban, hogy mikor kell a gyereket felkészíteni az intimitásra, ezt nem annyira értem, a másik a sport rávezetés, ha nem akar járni sehova, én pedig baromira szeretném, mit csináljak? Ne erőltessem, Gyöngyi kérdezem. Hát nehéz kérdés, mert egyébként meg a mindennapi rutinban, tehát abban, hogy legyen beállított élete a gyereknek, marha sokat segít, azon kívül, hogy sportolni ugye nyilván kell, hangzik ez rosszul az én számból. Igen, ezt mondjuk. De nálunk mind a kettő gyerek megy, mint az állat, és mondjuk imádják is, plusz egy olyan rendszeresség. Hámeltek a jövőtől, amikor meglátják rá. Nem akarok ilyen lenni. Panna rányított a fürdőszobába, egyszer. Sportolni akarok most! Bármit, csak azonnal húzz meg letámasztat. Jól csinálom. Szóval, hogy szerintem egyrészt ugye ez a fontos benne, másrészt a rendszeresség, meg a küzdeni akarást, meg a küzdő szellemet nagyon szépen beállítja a dolog. Valahogy, tehát nem, szerintem nem kötelezni kéne rá a gyereket, hanem valahogy motiválni benne, valahogy rávenni. Ha veled sportol például, azt szerintem tök jó, ha a szülőtől látja azt, hogy... Nagyon nehéz tőlünk, otthon a gyerek mind a kettőnktől azt látja, hogy így az életünk része, a napjaink része. És ő se akar olyan lenni, mint te.
és egyelőre nem sikerült semmire rávenni. Igen, ez nálunk is nagy dilemma. Most például focizik. Hát ha a van sport, amit utálok, az a foci, hogy zselézett haja 16 évesen önmagát bámulva a tükörbe, bár igazából ebben csak olyan, mint az a stopp is cipőben rohangáljon majd ilyen vékony srácok közepet, nem tudom. De imádja, és viszem, foci edzése, Viki is viszi, megyünk, tegnap foci edzése voltam szülői értekezleten, és végighallgattam, hogy mi lesz, meg mez, meg stopp is, nem tudom. Rettegtem tőle, hogy csak azt nem mondja, hogy apa, hat focizzak. De közben nyilván örülsz, mozog, és azt gondolod, hogy hát azért 20 évesen nem biztos, hogy azért nem tudom, majd nem tudom, milyen mezben fog rohangálni, sportoljon, én is baromi sok mindent erőltetnék neki. Tehát nálunk otthon például ki van a teniszütő, van kint három teniszlabda, néha egy kicsit ütögetek a falra, a kertbe, tehát a gyerek úgy megy el mellettem, hogy észre se veszi, focizzunk. Hát a van sport, ami bizony. Az a futball. Én nem nézem. És semmi, tudod, berakom az ágyába a teniszütőt, kiveszi, teniszlabdákat rejtek el neki. És nem, szóval, hogy a lényeg, hogy mozogjon, és ő jól érezze magát, nem? Jó, ennyi. Ha azért valamit találsz neked, el kell vinni mindenhova, próbálja ki, aztán valamire csak rákap. De nem baj, hogyha nem ez túl sikeres, mert még az lesz, hogy 20 év múlva bemutatja neked a már elvált MILF zimány. Igen, és lerobban majd a Lánchídon, mert elfogy a kocsijából. Igen. Bali, mi a véleményed Puzsérról? Hogy te egy média kutya vagy. Jaj, tudom, ezt olvasom. Igen. Gyerekek, nem akarok rá reagálni semmit, mert a Puzsér semmilyen teljesítmény nem csinál, csak abból él, hogy így tartsa fent a nevét, és alig várja, hogy valaki a szájára vegye, hogy abba bele tudjon kötni. Én nagyon sajnálom. Tehát pár linkért igazából az anyját is eladná, és azt, hogy szígy a munkáltatót, meg azokat a műsorokat, amiben fikázatják, ehhez nem tudok mit hozzáfűzni. Nyomorultnak tartom, hogy egy ember ennyire meg legyen keseredve. Neurotikus Pali, neki nem való ez az egész világ. Komolyan. Szóval, hogy tovább is azt gondolom, hogy a félkezét odaadná, hogy a bulvárban legyen, közben legalább annyira rettek tőle. Nem érdemes. Nem érdemes róla több szót beszélni, mert tényleg rangon aluli. Ördögi kör a napi egy poszt. Kényszeretet. Bármit, bárkit és bármit eladna, hogy legalább beszéljünk róla. Ebből most megint egy hétig fog élni. Nem baj. Jövő héten már nem beszélünk róla. Azt mondja, hogy el tudnátok-e képzelni azt, hogy a Gáborral, a Bocskorral vezessetek műsort? Nekünk elég vagy te, pont. Nekem nem kell több. Én nem mondok más. Miért? Ez is egy ilyen rovat, tehát erről lehet beszélni. Nem. Nyilván nem. Egyébként azt hiszem, egyikünk sem. Na most képzelj már egy ilyen értekezletet. Az egyik oldalon ez igazgatja a haját, a másik oldalon az dobálja a sáját. Nem, hát valószínűleg nem is lenne jó műsor, és nem is jönnék igazán jól ki. Tehát, hogy nem lenne jó műsor. Egy eszembe jutott az a konferencia, ahol ketten voltatok nyáron. Ez ugye nem volt ilyen szakmának szólt, de pont ez volt a téma. Valaki ezt fölvetette, azt hiszem a moderátorotok, a Pancsul Peti. Ugye ott ketten beszélgettetek, és mind a ketten ezt válaszoltátok, hogy ti ketten sem bírnátok el egymást, mert hogy akkor ki a főnök, ki megy elől, ki viszi a témát, igen, más. Valószínűleg ez nem menne, de kedveljük egymást, nincs ezzel baj. Szeretném kérdezni, hogy a barátok közül miért mindig az üres csészét szopogatják a szereplők? Ennyire rosszul megy azért, hogy nem telik kábéra. Nagyon vicces, hogy a színészek nagyot nyelnek a levegőből minden korty után. Ezt Ágó kérdezte. Hát te vagy a BK felelős, nem ízesített porra. Csak nyalogatni kell is, jó? Én ezt nem nézem. Tényleg üres pohárból isznak? Igen. Lehet, szerintem itt az lehet, hogy ugye azért, tehát nem biztos, hogy elsőre megy nekik. Nem tanulják meg a szövegkönyvet rendesen, és már megunták mindig, hogy belerohad a kávé a bögrékbe, mire felvesznek két mondatot, és akkor gondolom, ezért már nem is raknak bele semmi. Mi a gondolatotok a vloggerekről? Szirmai Gergő térnyerésének mielő jövőt láttok bennük? A média megújítására tervezitek-e valamelyiküket meghívni? Tamás kérdezte. Ez egy jó kérdés egyébként, hogy mi lesz a televíziózással, és mi lesz az internetes tartalommal 5-10 év múlva. Hát azt azért ugye látják a kereskedelmi tévék és a kereskedelmi tévék vezetői is, hogy folyamatosan csökken a nézettség, és hát az a fajta televíziózás, hogy leülsz és megnézed, amit adnak, ez szépen lassan kiment a divatból. Fölveszed, később nézed, magadnak választasz tartalmat, nem akkor nézed, amikor adják, később nézik meg, letöltöd. Úgyhogy ez egy jó kérdés. Angliában egyébként a tendencia az, hogy ez a fajta nézettségcsökkenés már megállt. Tehát elindult, de megállt. Úgyhogy mindenféleképpen szerintem az internetes tartalomban és a tartalomgyártásban egyébként baromi nagy jövő van.
Sőt, Amerikában a fiataloknál sokszor már büntetés az még 15-20 évesen, hogy tévét kell nézni. Hmm. Tehát ha a szülők igazán meg akarnak bünteni, akkor azt mondják, hogy egy hét tévénézés. Magadnak gyártod a tartalmat, szabadon választott tartalmat nézel, gyártasz, olvasod, vágsz, megnézed, csinálod. Tehát maga a televíziózás, az szerintem öregedik egy kicsit, ha azt nézzük. És lehet is látni az össznéző számokon, hogy amíg egy Barátok köztet, vagy nem tudom, hogy Megasztárt régen megnéztek 2-2,5 millió, ma már mondjuk egy 1 millió 3, 1 millió 5-ös nézőszám, az brutálisan jónak számít, mert hogy annyira sokrétű a dolog, annyira sok minden nézhet, és annyira máshol keresel már tartalmakat, hogy valójában tényleg folyamatosan csak a profi tévék esetében egy jó esetben mondjuk egy ilyen előszűrőn átestek már azok a műsorvezetők, akik meg műsorkészítők, akik betkerülnek, illetve felkerülnek a képernyőre. A videobloggereknél megint nagyon sokszor azt érzem, hogy rengeteg ilyen önjelölt blogger van köztük, millió egy tényleg, és nagyon nehéz kiválasztani közülük azt, aki nagyon jó például, izgalmas szerintem. Lehet. Ő nagyon jó. Tehát ő nagyon tehetséges, meg nagyon-nagyon ügyes. Hát ez a fajta tartalomgyártás, ez mindenképpen a televízióknak is szerintem jövő kell, hogy legyen, hogy internetre is gyártsanak tartalmat. Hát a fiatal nézők már az interneten keresik a tartalmat. Egy része, szerintem lusták az emberek még erre is. Tehát sokkal egyszerűbb bekapcsolni egy valaki által szűrt tévéműsort. Hát attól hogy milyen város, milyen korosztály, csak mindentől függ persze. Hogy amit leraknak eléd. Igen, igen, azt egyszerű fogyasztani, mert azért azzal macera van, válogatni kell, ízlésnek kell legyen, hogy ki tud keresni azt, ami neked kell. Egyszerűbb még mindig szerintem a tévé, mint ez a fajta tartalom összeállítás. De jó, jó irányba megy, viszont azt is csinálni kell majd valakinek, tehát számíthatok rá, hogy Balázs 3 műsorral ott is ott lesz. Igen. Igen, és keresétek fel az oldalamat, a Igen, hármatok közül melyik a csicska? Kérdezte valaki, ugye ezt mikor is ki? Tudjuk, mikor ki, igen. Mi a fogadás tárgya? Ez hétfőn derül ki. Hétfőn derül ki, olyannyira, hogy hétfőn Feri elvileg leteszi az utolsó szál cigarettáját az elszívás után, rituálisan elszívjuk, körbeadjuk, békepipát fújunk, és azt megnézni, és utána Feri leteszi, hétfőn derül ki, hogy mi a fogadás tárgya. Én már tudom, Ferinek kell valamit kitalálni. Ugye a fogadás arról szól, hogy ha leszoksz, én csinálok meg valamit, amit én magam vállalok, ha nem szoksz le, akkor neked, te bevállalod azt, hogy ha nem szokom le, akkor megcsinálom azt. Aha. Jó. Ugye? Tehát, jó, mondjuk így nehéz, hogy nem tudom a tiédet, de hát majd hát, akkor... Hát figyelj, készülj valami nagy nyomással, valami nagyon komolyal, de természetesen csak utána, hogyha elszívtuk a béke, krekpipát. Nem lesz. Vidám műsor lesz a hétfő. Nem lesz. Volt egy zombiai apokalipszises kérdés, és nem találom még, a múltkor jött, és most újra belett ide. És nagyon rengeteg kérdés. Hol van a zombis kérdés? Jött hozzád egy zombis kérdés. Na! Végre. Nagyon, hogy mi ki tudunk menni inni egy kávét. Ja, nagyon jól teszitek, mert a... Nem emlékszel a zombis kérdésre? A kérdés, azt hiszem, hogy valami olyasmi volt, hogy hol lenne nagyobb túlélési esélyünk abban a világban, ahol a Walking Dead játszódik, vagy abban, ahol a legenda vagyok. Story. Ja, hogy melyik a veszélyesebb igen, zombi? Igen, igen, hát ugye mondjuk a legenda vagyok esetében nem klasszikus zombikról van szó, hanem fertőzöttekről, és szerintem ott lenne egyébként sokkal, de sokkal kevesebb. Melyik zombis apokalipszis túlélhetőbb? A legenda vagyok féle csak sötétben gyorsan futó zombis, vagy igen? A Walking Deadhez hasonló mindenhol ott lévő lassan csoszogos. Egyszer 2 órát vitatkoztunk erről józanul, segíteni a vélemény, mint szakértő. Köszönöm, Kristóf. Figyelj, a legenda vagyoknak a világát szerintem sokkal nehezebb lenne túlélni. Megmondom miért. Egyrészt a táplálkozásuk miatt. Ugye a Walking Ebbe tudjuk azt, hogy csak emberekkel táplálkoznak, az állatokat egyáltalán nem bántják. Ez nem igaz a legenda vagyoknak a fertőzöttjeire, mert ők ugyanúgy levadászták, hogyha emlékeztek a filmre, például szarvast is ejtettek el, illetve bemonszoltak egy elejtett szarvast magukhoz, és azt tették. Tehát ők az embereket és az állatokat egyaránt elfogyasztják. Aztán rettenetesen gyorsak, és iszonyatos erejük van, gondoljunk csak arra jelentre, amikor például a tetőn a gerendákat tépi szét egy fertőzött. Ilyen erővel nem rendelkeznek, ugye a Walking Deadnek a zombiai, illetve a legenda vagyoknak a fertőzöttjei meg tudnak mászni bármilyen falat, illetve ami még nagyon fontos, hogy vadásznak rád. A Walking Deadnek a zombiai nagyon lassan haladnak, nagyon csosszognak, ha nem tehát kapnak melyik világban legy... élünk túl? A Walking Deadben, igen, de a kérdés alapvetően az volt, hogy melyik világban lenne a kisebb az esélyed a túlélésre, tehát a válasz legenda vagyok. Aha. És ott. Még erről. De még azt kérdezhetek. Szeretném elmondani nektek. Igen. Mitől ölje a műsorotok? Bocskor Gábor. Köszönjük Gábor. Köszönjük Gábor a kérdést. Azért, mert a csicskát tudják, hol helyük.
A Lajossal még mindig csak a baj volt. Igen. Melyik könyvet olvastátok utoljára? Kérdezi egy hallgató. Pontosan úgy, hogy mi volt az utolsó könyv, amit olvastatok? Ezt Renátó kérdezi. Most én 4 könyvet olvasok egyszerre. De amelyiket már végezted. Amely nem végeztem, az Andy Weirnek van egy nagyon jó könyve, az a cím, hogy a Marsi. De nem az Anikóról szól egy könyv. Arról szól, hogy egy megcsinálják, a Matt Damon lesz a főszereplője, a Ridley Scott rendezi, baromi jó könyv, csak 50 oldalon van, hogy egy pali ott ragad a Marson. És elvileg 10 napi élelemmel ragad a Marson, úgy, hogy 10 nap múlva tudja, hogy meghal. Ott hagyják. Tehát a jövőben játszódik, elindul egy űrszonda, leteszik a pakolnyokat, jön egy vihar, föl kell szállni, pali ott marad. És a 10 napból, vagy 20 napból, most nem tudom, lehet, hogy nem mondom pontosan, fél éve olvasom, mert nagyon olvasni, annyira álmos vagyok. És arról szól, hogy a 10 nap alatt, hogy jön rá, hogy tud évekig életben maradni. Egy biológust hagynak ott, azt hiszem, akinek az a feladata, hogy megnézze, hogy a Marson hogy lehet krumplit termelni. Aha, 10 nap alatt. És 10 nap alatt kell rájönnie, hogy 10 nap alatt elfogy a kaja, az oxigén, minden, hogy tudja megoldani, hogy ott maradjon, közben pedig elküldenek neki egy felmentő sereget, aki majd felveszi. De a 10 napból kell csinálni a 300-at. És ez erről szól, hogy ő hogy marad életben, és életben marad-e. Zseniális. Egyébként. Diszkolunk. Addig is. Amíg meg nem születik a vége, tehát megtudod, hogy meghal a csávó vagy se. Igen. Azt mondja, hogy... Ja, mi nem olvasom. De mondjátok, ja, mondjátok. De ne várjátok, meg mondjátok. Váncsa István Lakoma című könyve, természetesen. Tudod milyen? Aha. Istenem, gyerekek, azt igen. A kultúrát. Benke Laci bácsi, én Benke László című stárbesztó. Mindent nem olvasok el. Ja, igen. Nem, Váncsa István Lakoma kulturális, tehát több ezer éve visszamenőlegesen. Imádom. Nagyon jó stílus. Irgalmat Lajókajákkal. Te jössz. Stájúdít milliárdos brand. Innen, onnan. Címe. Ja, bocsánat. Nem, igen, mert mondd. Ja, Ernst Jünger, Acélzivatarban. Ez egy nagyon jó könyv, hogyha valakit ér. Zombi vagy háború? Első világháború. Első világháború. Erik Mária Remarque Nyugaton a helyzet változatlan című könyve mellett. Ez az egyik legfontosabb az első világháborúról szóló könyv. Annál is inkább, mert Ernst Jünger harcolt az első világháborúban, tehát gyakorlatilag a saját élményeit írja le Remarque-val ellentétben. Remarque kamuzott, ezt most kell megtudnom. Tényleg? Én szerettem Remarque könyveit. Igen, az egész egy hatalmas kamu volt. Miért nem játszhatok a slágereimet? A Bahamákon írta. Igen, miért nem játszhatok a slágereimet? Bajoros a programik ez a katonál. Kell lesz, és a zenei teszteken. Így van. Azt mondja, hogy úgy gyerekek, nagyon sok kérdés jön. Tényleg nagyon sok kérdés jön. Bari, igaz, azért kaptál ennyi műsort, mert megkeresett a TV2? Nézzétek, mindig megkeresnek. Nem ezért kaptam, azért kaptam, mert jó vagyok. Nézzük még, hogy mi. Mert hisznek benne, mert tudják, hogy ő a Jolly Joker. Nézzük még, milyen kérdések vannak. Figyelj, brutális. Így van, mert tudják róla, hogy ő egy versenymény. Egy versenymény vagyok? Igen, miért nem egy Harriet? Akinek csak egyszer volt patagyirha gyulladása, a Wunderschön is szuperzek. Az nem patagyirha gyulladás volt, ott csak lehajtottam a fejem. De ettől függetlenül ő még az, aki az RTL overdóza. Jézus, a overdóz halott. Igen. Egyszer mindenkinek eljön a szomorú vég. Mi a véleményetek a holografikus univerzumról? Ó, te gyönyörű téma. Kifejteném, de finkom. Ez egy jó elmélet, nekem nagyon tetszik, de nem akarok nagyon belemenni, mert azt hiszem, hogy itt a velem szemben ülő két srác ezt nem valószínű, hogy érteni. Hogy igen. Nézd rá. Hogy nézd rá. Tessék. Szerinted értenék? A proli meg a maraszt. Puna. Az csöcs. Kajapia. Torta. Harckocsi, zombi. Csülök. Igen, az arról szól, hogy tulajdonképpen mi az agyunkban a valóság csak az egyik szegletét látjuk, és a holografikus univerzumban nincs tér és idő, és minden egyszerre zajlik. Röviden erről szól. Egyébként baromi érdekes. Ugye Einstein, na jó, nem. Ez nektek tényleg nem lesz. Ne. Tényleg. Muff. Még egy muff. 6 muff, 2 csöcs. 1 torta. Trüffel harckocsi, csicsak, bimbus. Halálig gyilag, mészárlás. Hagyjuk. Jó, mindegy. Villamos, Erzsébet utalvány. Ez vagyok én, szandázokni. De most miért kell minden... Büdös hónaj.
De mondj valamit, ami nem igaz. Ja, tényleg, tehát, hogy most ne olyanokat sorolja, ami a veled szemben abszolút triviális. Nem csak röviden, ugye arra van szó, hogy Einstein azt mondta, hogy a leggyorsabb az a fénysebesség. És közben megfigyelték, hogy tulajdonképpen bizony a szubatomi részecskék egymástól teljesen függetlenül sokszor milliárd kilométer távolságra tudnak úgy feleződni, hogy információt szállítanak. És a holografikus univerzum pedig azt mondja, hogy ez azért történhet meg, mert a távolság, a tér és az idő nem létezik, egyszerre van két helyen ez a kis szubatomi részecske, és ezért tud egyszerre kettő lenni belőle információszállítás nélkül. Tehát tulajdonképpen... Apám, ez mit iszik? Nem érdekes? Semmit, a kérdés Viki írta, és tegnap este megbeszéltük. Rohadjál meg! Tehát tulajdonképpen mindegy. Na, mindegy. Jönnek a nap legjobb pillanatai, köszönjük a kérdéseket, nem fér bele több, de folytatjuk a robotot, tényleg nagyon sok jön. Nagyon-nagyon sok jön, viccesek, félkomolyak, ki az erősebb Hulk, Hulk vagy Superman, minden jön. Válaszolunk majd a jövő héten. Jó, muszáj elmennünk egy picit szünetre, köszönjük szépen mindenkinek, aki kérdezett, és vége a rendelésnek. Bula! Hát kinek mi, ugye? Kinek mi. Jövünk a reklám után, mindjárt vissza. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan egy perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Kora reggel felhívtuk Zaher Gábor, hogy meséljen egy kicsit nekünk a függőségekről, mert sokat hallunk ugye a nikotin függőségről, Feri hétfőn elindul a leszokás útján, és állítólag végleg leteszi, meglátjuk. Alkoholfüggőség, édességfüggőség, hát ugye kávé, drog, stb. De kevesebbet beszélünk például a sorozatfüggőségről, hogy lehet-e tényleg ennek is hát valamilyen testi, fiziológiai oka, hogy az ember nézi, hiányzik neki, titokban nézi, áthazudja magát a hálószobából a nappaliba, és éjszaka bekapcsolja a tévét. Mert hogy érezzük hallgatóinkon és magunkon is, hogy egyre többen sorozatfüggők, és felhívtuk Zaher Gábort, hogy mondja el nekünk, ez valódi függőség, vagy nem, hát sajnos nem mondott jót. És te kiderült, hogy ő is függő. Így van, egy szakértő függő. Egy függő szakértő, igen. Vele mindig jót lehet beszélgetni. Valamint Angelina Jolie nagyobbik lányának a történetéről beszélgetünk, akinek pszichológushoz kell járnia, mert fiú szeretne lenni a kis Siló. Ugye? Igen, a kis Siló. És bárhogy is hívják. Bárhogy is hívják, mi Silónak hívjuk. Kérdük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy mikor vették észre a gyermekükön, hogy hát rendellenes módon fejlődik. Mert kérdés, hogy mi a rend és a rendellenes, ugye hát ezen is jó szó. Voltak-e olyan hallgatóink, akik 10 évesen lányok voltak, de fiús játékokat játszottak, fiúk, akik királylánynak öltöztek, babáztak, és hol van az a pont, amikor a szülő ebbe beleszól, akarod-e irányítani, irányíthatod-e egyáltalán? Szóval sok kérdés merült föl, ezeket próbáltuk megválaszolni, és hát nagyon sok SMS-t és hívást kaptunk a témában, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Júj, de várom én ezt a hétfőt. Hát júj, de várom. Feri a vagy a dohányzás. Elszívja az utolsó cigit, és elindul. Aznap nem lehet. Ha reggel rágyújtunk, akkor nincs leszokás. Itt kell előttünk elszívnak. Akkor jöjjünk be vasárnap este. Élvezni, masszírozni fogunk, talpmasszást kapsz. Ugye nem? Megmasszíroznak fejjel, amit akarsz, ne. Bármit kérhetsz. Dehogy nem. És kérhetem az ellenkezőjét is, hogy ne csinálj. Megtaposom a hátad, apám is nagyon szerette, te is biztos élvezni fogod. Felrakok neked két gésagolyót, amit akarsz. Addig rossz, ez már jó ötlet. Elférni, elférsz. Minden lesz. Legyen négy és bowling. Minden lesz. Úgyhogy jön a fogadás, a nagy fogadás. A nagy. És aztán Feri leteszi a cigarettát. Ú, de kíváncsi vagyok. Én is. Már a kedreggeli fejedre nagyon kíváncsi vagyok. Mennyi ideig elszánt leszel, egy ideig vicces, meg de úgy nem lehet leszokni, hogy hétfő reggel még cigizünk, és aznaptól már ne. Akkor legyen kedreggel. Jaj, nézd a puhát! Nézd a puhát! Hogy menekül! Ott fut a gyáva! Jó lesz ez, ne. Jó. Figyelj, Ellenker is megmondta, ne azzal törődj, hogy mi hiányzik az ő leszoktatásának a fő módszere, hanem nézd azt, hogy mitől lesz jobb. Mindig a pozitívumokra koncentrálj, sose azzal foglalkozz, hogy mi hiányzik, mi lehet jobb. Könnyebben menti föl a lépcsőn, jobb illatod van, jobban nézed az ízeket, már szabad vagy, nincs addikciód. Én is mondanék ilyen okosságokat, ha behoztad volna azt a rohadt könyvet. Úgy leszoktatni valakit a dohányzásról, hogy nem adod neki oda azt a könyvet, amit igazából neki kéne elolvasni. Így igazán nagy kihívás. Így igazán értékes a leszokás, hogy fogalmat sincs, hogy mit kell csinálni. Jogi, így nekem elolvastam. Tényleg le lehet szokni a könyvet. Elfelejtettem basszus elhozni. Megvettem, elolvastam, hazavittem. Elfelejtettem.
Jó lesz ez, jó lesz ez. Amikor tudod, a betegek beszélgetnek, a sorozatfüggő beszélget a nikotinfüggővel. Ki a betegebb, tudod? Ki a betegebb? Igen. Jó, na hívjuk a naphallgatóján. És aztán elmegyünk egy kicsit hétvégézni. Bizonyám. Jaj, volt egy kis tárgyi tévedés, ez nagyon fontos a zombi fanok számára. Tényleg a Walking Deadben tök igazatok van, esznek állatot, a zombik. Ricknek a lovát is ugye az első évadban, amikor belógott a városba, elfogyasztották. Fontos. Nagyon rá voltam csúszva a romíros vonalra, a klasszikus zombi nem eszik állatot. Beteg vagy. Morning show. Az bizony. Jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Te vagy a nap hallgatója, hello. Köszönjük szépen, kislányom nevében. Igen. Wow. Hogy hívnak? Csaba. Csaba, ugye a kislányod nevében írtad az SMS-t, ahogy te is mondod, a Feri leszokásáról, leszoktatásáról beszélgettünk, és azt írtad nekünk, srácok, ha éle bírtam szokni 7 évesen az új szopásról, akkor nektek is menni fog. Üzeni a 9 éves kislányom. Köszönöm, így sokkal könnyebb lesz. Hogy hívják a lányt? Viki. Viki? Viki. Ja, pusziuk akkor. Vikit, jó? Neki is küldünk akkor az ajándékcsomagból valamit. Hogy küldjük az ajándékcsomagot, és adj neki valamit, jó, Csaba? Szuper, meg vagyok, köszönjük szépen. Köszi. Hol hallgattok minket? Ez iskolában menet volt éppen, Érdi úton, és ott sikerült ezt a mondatot elejteni a kislánynak, úgyhogy... Érdi úton, de Budapesten. Jól van, küldjük, jó? Köszönjük! Köszi. Jó hétvégét, köszi, hogy minket hallgattok. Ciao. Hello, hello. Mi a recept? Fantasztikus sikertörténet. Nikotinmentes pulyka? Nem, sikertörténetről kell beszámolnom először nektek. Ja, valami jó kis barbecue füstszűrő nélkül? Nem, az csak füsttel működik a barbecue, de erről már beszélgettünk. Viszont sikertörténet van a Morning Show egyik receptje, ami néhány héttel ezelőtt volt, egy mentás őszibarackos joghurttorta. Kérlek szépen, egy angol étterem desszert kínálatába került be, most ne találkoztam. Isten, képzeljétek el. Hát ott ezt tudod, hogy szarul főznek, úgyhogy ahhoz képest az enyém is tök jó, de hogy egy fiatal párral találkoztam, akik kint dolgoznak, ott szakács a lány, és mondta a főnök, hogy gyerekek, a desszertfronton újítani kell, és ő ezt vitte el, ezt a receptet, amit mi a Morning Show-ban. És úgyhogy megvagyunk. Tehát ez a sikertörténet, rizses hús. Ezen fogunk. Amit utálsz, ugye? Igen. Emlékszel a rizses húsra, hogy nagyon utáltuk. Mondani akartam, hogy hű, de extra. Azért extra, mert nem az lesz, hanem alternatív megoldás rá. Ez pedig ugye nem csak nálunk van ilyen étel, a spanyoloknál a paella gyakorlatilag ugyanaz, és ugyanaz a piláf is. Úgyhogy az arab világból merítünk most a helyzetre való tekintettel egy gyönyörű piláfot. Nagyon jó lett. Egy jó piláf. Egy jó. Az jó. Hát én egy piláf nélkül nem is tudok. Mivel kezdődik, az mind jó. Azzal kelek fekszek. Úgyhogy rizses hús, akkor nektek így mondom, azoknak, akik értik piláf, és már fönt van a recept, meg a kép a Facebookunkon. Töltsétek, lenézzétek, megfőzzétek meg, egyétek meg. Így van. Jó hétvégét mindenkinek. Hétfő gyertek, a nagy fogadás, és Feri elindul a rövös úton, de leteszi a cigarettát néhány napra, egészen biztos. Hozd be a könyvet. Hozom. Az már hétfőn nem segít neked. Jövünk hétfő 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.